úgy gondolom, és már a címből jeleztük, izgalmas második rész is jön. Hát mi az, ha ez nem aktuális szintén? Az első is nagyon aktuális volt, és köszönöm is neked, Miklós, hogy ezt felvetetted, de itt nyitott fülekre találtál, nyitott gondolatok, ezek nem zárt világ, és ugye az a szokásos problémám az ezoterikus világa, hogy zárt. Van egy rész, ahol elfogadom, mert van olyan tudás, ami nem mindenkire tartozik, meg hát nem képes fölfogni, meg nem bírja elviselni. De azért minden ezoterikus, minden elzártá van minősítve, az nem biztos, hogy jó. Úgyhogy ezért nagyon-nagyon jó, hogy ezt az első rész belül beszéltünk, és igen, hasznosnak érzem a második részt, hogy folyjunk bele. Idő nálunk nem számít. Időnk van, azért, mert idő nincs. Köszönöm szépen ismét a szót. Kérdezném tőled személyesen, mindenkitől személyesen. Miért is vagy itt ezen a bolygón most ebben a gúnyában, ugye ebben a biobőrben, anyagban? Tanulni. És konkrétan tudod, hogy miért vagy itt? Ugye mindenkinek ez valamilyen szinten más. Tehát oké, hogy tanulni, de meg kellene tudni azt, hogy konkrétan miért vagy itt. Szellemi vezető. És ezt bárki meg tudja nézni. Tehát nem találgatunk, nem. Mindenki pontosan meg tudja határozni, hogy miért van itt. Jó, ez egy kis tanítás lesz most itt, amit ugye nem szoktam díjmentesen csinálni sose. Ennek megvan az oka, mert ugye az etikus embernek fontos a csere. De minden egyes embernek, főleg egy szellemi embernek nagyon kellene tudni, hogy igazából miért születtél le, milyen küldetést kell beteljesítened. A küldetés az, hogy milyen emberként kell itt hagynod ezt a bolygót. Oké? Tehát mivé kell válnod? Milyen emberré kell válnod? És van ebben kapcsolatban egy rossz hírem, hogy a legtöbb ember magától erre soha nem jön rá. Soha. Ami azt jelenti, hogy rájöhetne, ha lenne olyan tudása, hogy hol kell ezt megvizsgálni, hogy mi a küldetésünk. De a legtöbb ember nem veszi a fáradtságot, hogy rávegye magát arra, hogy mi a küldetése. Van, aki eltalálja, úgy ösztönösen, eltalálja, hogy minek kell lenni a küldetésének, de az viszonylag ritka. Hát viszonylag ritka. Előfordul, de mit tudom én, mondjuk 10-ből 1 vagy 20-ból 1 talán még rá is hibáz, hogy mi a küldetése, és csinálja, de nem tudja megmondani, csak azt csinálja. És tényleg azzá válik. Na most van egy másik része a dolognak, nem csak azt kellene tudni, hogy mi a küldetése az embernek, hogyha megvan, hogy mi a küldetése, akkor azt is kell tudni, hogy vajon mivel tudnám legideálisabban elérni a küldetésemet, milyen tevékenységgel tudnám elérni legideálisabban a küldetésemet. És ezt is megtudhatja bárki. Gyakorlatilag elég hamar könnyű megtudni. És ha tudja, hogy melyik a legideálisabb tevékenység, amivel el tudja érni a küldetését, akkor tud az ember igazán boldog lenni. Miért? Mert ez a két dolog, ez boldogít. Tehát az boldogít, hogy a küldetésed felé haladsz. És az boldogít, hogy azt csinálod, amiben a legtöbb energiát kaptál. Vagy amihez a legtöbb energiát kaptál. És ez nagyon érdekes, és ez kapcsolódik egy ősi tudományhoz, amit úgy hívnak, hogy numerológia. És én nagyon szeretem ezt a tudományt, és ugye viszonylag könnyen
sikerült elsajátítani ezt a tudományt. És ennek segítségét tudja előhívni az ember, mikor bárkinek a küldetését kell megvizsgálni. Na most ehhez lehet, hogy kell neked egy kis segítség, ugyanis fel kellene idézni a születési dátumodat. Jó, tehát úgy a segítség, hogy segítség az, hogyha le tudod írni valamire. És akkor így egy könnyebbség is, mert könnyebben számolsz, hogyha látod a számokat, mint hogy csak a fejében kell valamit csinálni. Tehát, hogyha van lehetőséged esetleg mondjuk egy laphoz, otthon biztos, akik most élőben hallgatnak, vagy mondjuk egy ceruzához, vagy egy tollhoz van lehetőséged, akkor ugye könnyebb számolni. De szerintem nem olyan nagy probléma lesz, hogyha ezt nem tudod most hirtelen előteremteni, főleg, hogyha itt vagy a jelenben, itt a teremben, akkor hát fejben kellene jól számolni. Én mindenkinek azt javaslom, hogy legalább kétszer-háromszor számolja át a számokat, hogy biztos, hogy azt a számot számold mindig ki. Jó? No, az arra kérlek, hogy a születési dátumodat, ami ugye 8 számjegyből áll. Tehát mindenkinek 8 számjegyből áll. Egyesével az elejétől add össze. Tehát úgy kezdődik, hogy 1, meg 9, meg stb. Stb. Jó, tehát tessék összeadni egyesével. Tehát a 8 számjegyet, a nullát is add hozzá, jó? Tehát a 8 számjegyet add össze. Jó, és akkor kijön 2 számjegy. Mivel nem 2000 után születtél, ezért 2 számjegyre fog kijönni, ez biztos. Na, hányra jött ki? 33. Igen, többieknek hogy van? Mennyi? Mindenkinek megvan? 31, akkor az 4. Tehát utána a legvégén, ha megvan az a 2 számjegy, akkor a 2 szám 10. Mire jön? Anyas? 10. Miért hanyadikán születtél? 1900? Akkor 10-re nem tud kijönni, csak akkor, ha már kerek összeadtál. Igen. Na hát, de amúgy mennyire jött ki? Amúgy 37. Na, akkor az 37, így van. Na, akkor azt úgy adjuk tovább, hogy a 2 számjegyre ugye kijött, és akkor összeadjuk a 2 számjegyet egyesével. Az első számjegyet, meg a második számjegyet összeadjuk. Megvan a szám? Jó, és akkor lehet, hogy egy 10-es jött ki valakinek, például, vagy mondjuk 12, akkor azt is ugyanúgy össze kell adni. A 10-es esetében az 1 meg 0 az mennyi? 1. Így van. Jó, ha mondjuk kijött valakinek mondjuk összeadta a 2-t, és még akkor is mondjuk 12-re jött ki, és azt összeadja, akkor még az 1-2-t összeadja, akkor ez egy 3-as. Jó? És akkor mondom az elejétől, jó? De nyilván ez bonyolítja a 2 számjegy. De mondom az elejétől, jó? Akinek 1-esre jött ki a száma, annak az a küldetése, hogy megtanuljon helyesen vezetni embereket, és megtanítson vezetni embereket. Ez a küldetése. Mondom, megtanítson vezetni embereket. Tehát már tud. Így van. Tehát nem elég, hogy megtanul helyesen vezetni embereket, hanem tanítania kell az emberek felé a vezetést. Jó? Akkor nézzük a 2-est. A 2-es, aznak a 2-esnek a küldetése, hogy megtanítson, illetve megtanuljon helyesen segíteni embereknek. Segíteni, helyesen segíteni embereknek. Lehet helytelenül segíteni embereknek. Például kéretlenül. Ha kéretlenül segítesz embereknek, akkor helytelenül segítesz. Jó? Na, szóval helyesen segíteni embereknek, és
olyan szinten megtanulni, hogy helyesen segíts embereknek, hogy képes legyél tanítani másoknak, hogy helyesen tudjanak segíteni. Jó, ez a küldetés. Menjünk tovább, a hármas. Az, annak az a fontos, tehát az a küldetés a hármasnak, hogy nagyon helyesen kommunikáljon emberekkel. Az mit jelent a helyes kommunikáció? Az azt jelenti, hogy megértik őt, érted? És ő is megérti az embereket. A megértés az azt jelenti, hogy azt érti, amit mondanak, és az emberek azt értik, amit ő mondani akar nekik. Világos ez? Ezt kell megtanulnia. És tanítania kell a helyes kommunikációt az embereknek. Világos ez? A tanítani az azt jelenti, hogy nem csak a családjának, hanem minél több embernek, mind a háromnál ugyanez, összes jegynél ugyanez lesz, majd végigbeszél. Tehát lényeg az, hogy nézzük a négyeseket, jó? A négyes az azt jelenti, hogy meg kell tanulnia érzelem nélkül gondolkodnia. Sőt, negatív érzelem nélkül gondolkodnia. Tehát akinek négyesre jött ki, annak meg kell tanulnia érzelem nélkül, negatív érzelem nélkül gondolkodnia. És meg kell tanítania minél több embert ugyanerre. Ez a küldetése, ezért született. Tehát meg kell tanítania a többinek. Nézzük az ötöst, jó? Az ötös... nek meg kell tanulnia optimistán gondolkodni. Oké? Okay? És az a küldetése, hogy meg kell tanítani minél több embert arra, hogy képes legyen optimistán gondolkodni. Oké? Okay? Nézzük a hatost. Meg kell tanulnia a hatosnak a harmóniát, a szeretetet. A szeretetet, mert a harmónia az teljesen szeretet alapú. És meg kell tanítani az embereket arra, hogy képesek legyenek szeretni. Oké? Okay? Ez a hatos. Nézzük a hetest. A hetesnek meg kell tanulni azt, hogy képes legyen céltudatosan gondolkodni. Célokat megvalósítani. És meg kell tanítani minél több embert arra, hogy képesekké váljanak céltudatosan gondolkodni, célokat megvalósítani. Világos ez? Nézzük a nyolcas. A nyolcasnak nagy karriert kell létrehoznia, sikeresnek kell lenni az életében. És bármibe belefog, mindenben sikeresnek kell lennie. És erre kell tanítani minél több embert, hogy ezt hogy kell megcsinálnia. Világos ez? A kilences az szellemiség azt jelenti. Tehát szellemiséggé kell válnia, egy szellemi embernek kell lennie. És minél több embert arra kell tanítania, hogy váljon szellemi emberré, és hogyan váljon szellemi emberré. Oké? Okay? Na most van egy másik fontos számunk, ugye nem csak a küldetésünk, hanem az, amit az imént mondtam, hogy egyszerűen tudni kell azt, hogy mihez kapsz a legtöbb energiát. És a napszámban rejlik ez a születési napszámodba rejlik ez az energia. Attól függ, hogy hanyadikán születtél. Tehát, ha megnézed, hanyadikán születtél, akkor ugye nekem látni, én 17-én születtem, az egy 8-as. Mindenki gyorsan fejbe ki tudja számolni, hogy hányas a napszáma. Megvan?
Na akkor menjünk végig. Tehát akinek a napszáma mondjuk egyes, annak embereket kell már most vezetnie. Méghozzá helyesen. Oké? Okay. Ha nem éled, hogy helyesen vezetsz embereket, akkor nem is vagy boldog. Mondom előre. Nézzük tovább. A kettesnek már meg kell élnie, hogy embereket segít. Helyesen segít. Az azt jelenti, hogy nem kéretlenül segít, hanem igénylik emberek az ő segítségét. Oké? Okay? És az azt jelenti, hogy ezt már élnie kell. A hármasnak már nagyon jó kommunikációval kell rendelkezni, hogyha boldogulni akar. Tehát már most az életében minél szélesebb körbe kell kommunikálnia emberekkel. Világos ez? És akkor fogja élvezni ezt, hogyha ezt meg is tudja tenni. A négyes azt kell megélnie, azt kell csinálnia, ez mind tevékenységre vonatkozik. Tehát magyarul mind ilyen tevékenységet folytat. Az egyes vezet embereket, a kettes már segítő tevékenységet folytat, a hármas már kommunikációs tevékenységet folytat, a négyes pedig érzelemmentesen gondolkodik. Olyan tevékenységet végez, amiben ezt tudja gyakorolni, hogy érzelemmentesen gondolkodik. Gondolkodik, és érzelemmentesen, persze elsősorban úgy, hogy a negatív érzelmeit zárja ki ebből a tevékenységből. Oké? Okay? Nézzük az ötös. Már olyan tevékenységet kell folytatnia az ötösnek, vagy kellene folytatnia, ahol optimizmus veszi körbe, ami azt jelenti, hogy az optimizmusát tudja kamatoztatni abban a tevékenységben. És az optimizmusa miatt ugye körülveszik az emberek. Ilyen tevékenységet kell folytatni. A hatos már olyan tevékenységet kell folytatnia, ahol a szeretetet tudja az emberek felé közvetíteni. Oké? Okay? A hetesnek már olyan tevékenységet kell folytatnia, ahol céltudatos tud lenni, ahol célokra tud törekedni. A nyolcas, az már olyan tevékenységet kell folytatnia, amiben sikeres, amiben karriert ért el, vagy éppen afelé halad. A kilences pedig már olyan tevékenységet végez, amelyben szellemiség lehet, amiben szellemiségre tanítja az embereket. Oké? Okay? És ha ezt csinálja, akkor mindegyik ezt csinálja. Jól érzi magát a bőrében. És akkor további kis számítás, jó? Ugye, mivel mindenki felnőtt, bár vannak a későn érők, általában azok a kilencesek, későn éri típusok, azok olyan 20 éves vége, kor vége felé érik el a felnőtt kort, a kilencesek, és ugye ki lehet számolni, hogy ki mikor érte el a felnőtt korát. És ki mikor éri el, tehát például ki tudod számolni, hogy mondjuk a gyereked mikor fogja elérni a felnőtt korát. Azt úgy számoljuk ki, hogy 23 év körül az első egyes év. Hogy számolod ki a személyes évedet? Ezt személyes évnek hívják. A személyes évet úgy számolod ki, hogy fogod, és az utolsó dátumodat, születési dátumodat. Tehát a születési dátumod az, hogy mikor volt az utolsó születésnapod. Mindenki tudja, melyik évben volt a születésnapja, melyik hónapban volt az utolsó születésnapja, és melyik nap volt a születésnapja. Na, azt kell összeadni. Az utolsó születési napodat kell összeadni, de a teljes dátummal, a 8 számjeggyel. Világos? Abból kijön, hogy hanya személyes évedben vagy. Na, akkor számoljatok, jó?
Ha 2022-ben volt az utolsó születésnapod, akkor 2022-vel számolsz. Ha 2023-ban volt az utolsó, vagy lesz az utolsó születésnapod, akkor meg 2022-vel, vagy lehet, hogy még 2021-ben volt az utolsó születésnapod, akkor azzal számolsz, jó? Tessék kiszámolni, hanyos vagy. Ugyanúgy kijön valószínű egy vagy két számjegy, attól függ, és a két számjegy ugyanúgy összeadod a kettőt. No, megvan, hogy a személyes évben vagytok? Na, mondjátok. Aha, jó. Na, akkor nézzük, jó? A 23 év körül az egyes személyes év, tehát az első egyes személyes évben lett az ember felnőtt. És ha megnézed az élethelyzetet, tényleg akkor lettél felnőtt. Stimmel. Akkor volt valami olyan esemény az életedben, hogy felnőtté váltál. Ez tényleg így van mindenkinél, döbbenetes. Na akkor megnézzük, mikor lesz valaki idős. 63 körül az első egyes év. Ugyanezzel a módszerrel számolod ki, mint az időskornál, a személyes évet nézed. Tehát 63 körül az első egyes éved. Tehát úgy 63, hogy amikor 63 éves leszel. A környékén az első egyes személyes éved, akkor leszel idős. 1900, nagyon rég születtél, ahhoz hozzáadod a 63-at, és igen, akkor ahhoz számolod. Jó, tehát megnézed a születési dátumot, hozzáadsz 63-at, megnézed, hogy az hanyas év. Jó, és akkor a körül az első egyes személyes év. Jó, egy kicsit több matekot igényel ez. Tehát a születési dátum plusz bátumod, plusz 63, jó, az kijön valami 2000 akármennyi, és összeadod a hónapot hozzáadod, a napot hozzáadod, és megnézed, hogy az hanyas személyes évre jön ki, és onnan visszaszámolod, hogy melyik lesz akkor az egyes. Mert ugye úgy van, hogy egyes után kettes jön, kettes után hármas, sorba így kilencig. Tehát nincs olyan, hogy ugrunk egyet. Jó? Na, megvan? Megvannak ezek a számok? Na most, akkor nézzük azt. Hogy? Vannak, hogy hívjákok, fontos dolgok, például olyan, hogy hanyadik hóba születtél. Ez a gyerekkori szám. És akkor mondom, jó? A hármasnak, ötösnek, hármas, ötös, nyolcasnak, így van, hármas, ötös, nyolcasnak viszonylag könnyű gyerekkora volt. Tehát jó. Jó, úgy élte meg, hogy jó a gyerekkora. A könnyű gyerekkor, mikor azt mondom, akkor azt jelenti, hogy úgy élte meg, hogy jó a gyerekkora. Azt mondja, hogy a kettes, azt mondja, hogy a hatos, és a négyest hagytam ki. A kettes, hatos, négyes, az úgy élte meg, hogy nem volt könnyű a gyerekkora. Jó, a többiek az ilyen változó. Jó, akit kihagytam. Az 1-es, 9-es, 7-es, az változó. Jó, az viszont rányomja a bélyegét a felnőtt korra, hogy milyen volt a gyerekkor. Nyilván, ha nehéz a gyerekkor, akkor nehezebb a felnőtt kor. Ha könnyebb a gyerekkor, akkor könnyebb a felnőtt kor. Tehát, ha jól éljük meg a gyerekkorunkat, akkor könnyebb a felnőtt kor. Akkor jobban éljük meg a felnőtt korunkat is. Ha nehezen éljük meg a gyerekkorunkat,
nehéz gyerekkort éltünk meg, akkor nyilván közrejátszik, hogy a felnőttkor is nehezebb. Na most gondoljátok végig, itt van két nagyon fontos szám, a küldetés számod, és a feladat számod. A küldetés számod ugye a születési dátumod összeredménye, a feladat számod pedig a felnőttkori számod, az pedig a születési napod. És ugye az a leghosszabb életszakaszunk a felnőttkor, ha csak időben valaki meg nem hal, vagy idő előtt inkább úgy mondanám, de az a leghosszabb szakasz. Tehát igazából az a legalkotóbb szakasz. Tehát ezért egyáltalán nem mindegy, hogy ott a felnőtt korban az ember mit csinál. És ha az ember nem éli a napszámát, tehát nem éli a feladatát, akkor nem tud boldog lenni. És minél jobban nem éli a feladatát, annál jobban nem boldog. Tehát minél távolabb esik az a tevékenység az ő feladat számához, annál boldogtalanabb. Jó? És akkor még mondok ezzel kapcsolatban dolgokat. Azok az ideális párkapcsolatok, ahol a küldetés szám a két személynél viszonylag közel van. Ha azonos, az a legjobb. Csak annak van egy kis hátulütője, az most mindegy, baj mondom. Tehát lényeg az, hogy gondoljátok végig, hogy a párodnak vajon mi a küldetés száma. Hát az a jó, ha viszonylag közel van. A négynél több különbség, az már nagyon nehéz párkapcsolatot mutat. A négynél több különbség. Ugye azért a küldetés száma meghatározó, hogy értsétek, mert hát az a cél. És nem mindegy, milyen célért dolgoznak együtt. Tehát az azt jelenti, hogy minél közelebb van a küldetésszám, annál közelebb van egymásnak a két embernek a célja, a küldetése. Világos ez? És minél közelebb van a két ember küldetése egymáshoz, annál könnyebben megvannak egymással. Világos ez? Tehát ezáltal nem mindegy, hogy milyen messze esnek egymástól a küldetésszámok. Az is fontos, hogy mi a feladatszám, de az nem annyira. Mert attól végezhetnek más tevékenységet, de nem az a lényeg, hogy más tevékenységet végeznek. Mi nagyon jól kiegészítjük egymást a nejemmel, teljesen más tevékenységet végzünk a cégünkön belül, de mivel azonos a cél, vagy majdnem azonos, mert a nejem a szellemi vezető, én meg szellemiség vagyok, ezáltal gyakorlatilag jól tudunk együttműködni, úgy, hogyha nem dolgozzunk sokáig együtt. Tehát, tudunk együtt dolgozni, tehát jól tudunk együtt dolgozni, csak nem napokat. Csak nem napokat. Tehát órákat simán jól együtt dolgozunk, azzal sosincs gond. Ha már napokat kell együtt dolgozni, az már surlódás. Jó, ezért ugye úgy osztottuk be a munkákat, hogy teljesen más csinál, hogy nem, teljesen más csinálok én, és mindenkinek abban megvan a saját munkájában a felelőssége, és ezzel így nincs gond. Na szóval, tehát hogyha közel vannak a számok, az jó a párkapcsolatra nézve, küldetésszám, tehát a küldetésszám. Ha távol vannak ezek a számok, akkor az nehéz párkapcsolatot mutat. És ugye az a jó, hogyha a férfinak a magasabb a küldetés száma. Az a jó, és általában, és képzeljétek el, ez így van. Általában ez így van. Ezt így rakják össze. Tehát az esetek túlnyomó többségében a férfinak magasabb a küldetés száma. Na most az a baj, hogyha a nőnek magasabb a küldetés száma, akkor ugye a nő küldetését kell követni. Mivel mindig a magasabb küldetés száma a jobb. Mindig az a jobb. És mennyi az ideális különbség a kettő között? Kettő, három? Hát az ideális különbség az az egy. Azért nem a nulla. Mert két ember, ha egyforma a küldetés száma, akkor nagyon egyformák a tulajdonságaik.
és az a baj, hogy ezáltal egyforma a gyengeségük meg az erősségük. Nem, nem az a baj. Ők nagyon jól megvannak, mert lelki társak. Csak nem, mivel a lelki, azért lelki, tehát azok a lelki társak, akik nagyon azonosak. Tehát nem kívül, ikerlágnak is hívják. Nem kívülről hasonlítanak, most nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy a tulajdonságaik hasonlítanak. Tehát azonosak a jó tulajdonságaik, és azonosak a rossz tulajdonságaik. Ez azt jelenti, hogy a gyengeségeiket ki fogja kiegészíteni. Na, ez a baj. És én ismerek olyan párokat, akiknek a napszáma, meg a, tehát a feladata és a küldetés száma is azonos. És ez mindig ez van, hogy tök egyformák gondolkodnak is. Nagyon jó, tök jól el vannak egymással, csak amikor valamelyik gyengeségéről van szó, akkor mind a kettőnek a gyengeségéről van szó. És abban nem haladnak előre, amikor a gyengeség jön elő. Mert ugye mi például megnézzük a nejem, mert ellentétesek vagyunk. És ezáltal nagyon jól ki tudjuk egymást egészíteni. De az viszont, ha ellentétesek, akkor az viszont sok vita forrás. Tehát az ellentétesek sokkal többet veszekednek, vitatkoznak, mint a lelkitársak. Tehát a lelkitársak úgy el vannak egymással, mint a befőtt. Szó szerint, érted? Melyik a jó megoldás? Egyik se. Jobb, ha az emberek ellentétesek, és kiegészítik egymást, az jobb egyébként. Csak ahhoz sokat kell tanulni, hogy ezt az ember rendben tudja hozni. Mert mondom, állandó cívódás van belőle, ha ellentétesen. Hát ott van feladat gyorsan tanulni. Gyorsan kell tanulni, és akkor az ember hamar megoldja a konfliktusokat, mert ugye az a lényeg, hogy ne hozzuk először is, hogy megoldjuk a konfliktusokat, meg tudjuk oldani, utána meg az a fontos, hogy megelőzzük a konfliktusokat. Mert ugye az még fontosabb, de az nem megy, tehát nem tudjuk azt, hogy rögtön azt csináljuk, hogy megelőzzük a konfliktusokat. Először meg kell oldani a konfliktusokat, utána pedig abból megtanuljuk, hogy hogyan előzzük meg a konfliktusokat. Tehát ezekben sokat kell tanulni. De a lelkitársak azok úgy el vannak egymással, hogy hihetetlen. Tehát az a baj, hogy nagyon sok ember lelkitársat keres. És ez tényleg baj, mert hosszú távon nem jó a kapcsolat. Mi lesz, ha nem jó? Ráunnak egymásra. Tehát a lelki társak előbb-utóbb ráunnak egymásra, de szó szerint. Tehát ezáltal ugye feltétlenül szükséges, hogy együttműködjenek a párok. Hát a párkapcsolatban az együttműködés, úgy értve az együttműködés, hogy tevékenységet végezzenek együtt, mint régen. Hát régen együtt végeztek minden tevékenységet a párok. Tehát az azt jelenti, hogy a fő tevékenység együtt volt művelve. És kiegészítették egymást. És ugye a párok manapság pont az a divat, hogy közük nincs az együttműködésben. Tehát nézd meg Miklósék, Edith és Miklós milyen jól együtt tudnak működni, akárcsak mi is a nejemmel együtt tudunk működni. Tehát nekik van egy olyan tevékenységük Miklóséknak, ahol kiegészítik egymást, együttműködnek, érted? Tehát egy olyan párkapcsolatban, ahol a munka, a tevékenység együttműködést igényel, azok a párok sokkal jobban megvannak egymással, mint az olyan párok, hogy ez az egyik ezt csinálja, a másik azt csinálja, és közük nincs a munkájuknak egymáshoz. Érted? Két külön munkahely, vagy akár lehet egy munkahely, teljesen más tevékenység. Tehát közös tevékenység. A közös tevékenység az csak egyféleképpen lehet. Közös vállalkozás. Ha nincs közös vállalkozás, nincs közös tevékenység. Ennyi. Nincs. Hiába dolgozik két ember egy munkahelyen, az nem közös tevékenység. Az munkahely. Köze nincs a két munkának egymáshoz. A munkahelyeken általában az ember mit csinál? Résztevékenységet. Nem teljes tevékenységet. A résztevékenység azt jelenti,
hogy ott, mit tudom, előállítanak valamit, és abból ő egy kis részt állít elő. Érted? Tehát egy közös vállalkozásban pedig együtt csináljátok meg a dolgokat. Érted? Együtt, ketten. Semmilyen alkalmazotti létben nem tudom azt, vagy nem láttam olyat, hogy ketten az egészet létrehoznak. Nincs olyan. Oké? Csak közös vállalkozásban. És régen az emberek közös vállalkozásban dolgoztak, csak nem így hívták. Hanem úgy hívták, hogy állattenyésztés, úgy hívták, hogy földművelés, vagy bármi más. Érted? De együtt, vagy mit tudom én, a nagyszüleim, volt egy Schusterboltjuk, érted? Cipőjavítóbolt, Schusterbolt. Abban működtek együtt. Tehát közösen csinálták, közösen. Hát tudod, Miklós, van egy új műfaj kialakulóban? Micsoda? Mondtok egy újra, de nevezni fogtok. Egészségügy is vagyok, és a páromnak meg temetkezési vállalatok. És folyamatosan adom neki a melót. Őnek mindig számíthat rám, mint egészségügy. Én meg tudom, hogy nem vész kárba a munkám. Éjjön, milyen jó foglalkozás így. Ugye egy új munka? Már megvan a közös cél. Éjjön. Mindjárt kikeresik a nagyobb temetőt. Igen. Tényleg az lenne. Igen. És így volt. Így van. Szóval közös tevékenység, közös tevékenység. Hátnak majd a hallgatóinak egy új... Igen, újfajta vállalkozási módon. Visál egy temetkezés rá. Igen, így van. Mi a foglalkozásod? Kérdezik az egyiket. Természetgyógyász. És mi a más párodnak temetkezés vállalkozó? Iparművész vagyok. Kérdez. De ez tényleg így. Megkérdezném, jó, úgy jelentkezés alapján, hogy kik azok, akik közös vállalkozásban dolgoznak a párjukkal. Párjukkal? Nem sok lesz. Föltette. Persze. Tehát ha megnézitek, nem a többség. Nem a többség. Fogadjátok el az ajánlatomat. És akkor legyen a tehát ha már szóba került ez, akkor ugye hadd mondjak hozzá még egy-két információt, hogy a párkapcsolatot három dolog tartja össze. Ami azt jelenti, hogy abból legalább egyel kell rendelkezni, hogy az a párkapcsolat valamelyest össze legyen tartva. Ha abból mind a három hiányzik, akkor az a párkapcsolat az egy kényszer párkapcsolat, és nem sok értelme van. Tehát az egyik a közös családi fészek megteremtése, létrehozása. Az addig történik, míg ez létre nem jön. Tehát ez nem valószínű, hogy ez a leghosszabb projekt. Legalábbis a legtöbb embernek. Főleg a mai világban a fiatalok így akarják a családi fészket, és gyorsan megteremtik. Nekünk ez hosszú távon működött, mi vagy 20 évig építkeztünk. Vagy kise repül, hanem Mama Hotel. Ha, így van. Mama Hotel, így van. Ismerős a Mama Hotel, igen. Sok ember csinálja. Akkor nézzük a másikat, tehát ez az első, a közös családi fészek megteremtése és létrehozása. A második, a közös gyerek felnevelése. Nem az én gyerekem, te gyereked. Közös gyerek felnevelése. Jó? Tehát nem tartozik bele az egymás gyerekeinek a felnevelése. Jó? A közös gyerek felnevelése az összetartó erő a párkapcsolatnak. És van a harmadik, az a közös vállalkozás. És nincs negyedik, nincs ötödik, és nincs más. Ha ebből bármelyik hiányzik, ugye, hogy mind a három hiányzik,
Ha mind a három hiányzik, bizony-bizony nincs, ami összetartsa a kapcsolatot. Ugyanez. Tehát akkor még egyszer elmondom a hármat, hogy tiszta legyen. Tehát közös családi fészek létrehozása. Ez az első. Ez egy összetartó erő. A második a közös gyerek felnevelése. Ez a második. A harmadik a közös vállalkozás. Nincs ha negyedik. Ha ebből mind hiányzik, az a párkapcsolat, az értelmetlen. Nincs értelme. Ez csak légy. Tehát az, hogy két ember szereti egymást, az édes kevés. És mit fognak kommunikálni? Gondoljátok végig, nincs közös téma. Mi a közös téma? Van egy olyan, hogy értsük ezt. Van egy olyan, amit ugye tanítok, hogy ESK háromszög. Az ESK háromszög azt jelenti, hogy egyetértés, tehát képzeljétek el egy háromszöget, amely egyenlő oldalú háromszög, és a talpán fekvő háromszög. Tehát talpán fekvő. Amelynek a bal sarka az egyetértés, a jobb sarka a szeretet, a szimpátia, a csúcsa a háromszögnek a kommunikáció. Ez azt jelenti, hogy ez a háromszög vagy nő, vagy csökken. Annak mértékében csökken, hogy bármelyik pontot növeljük, vagy csökkentjük. Tehát, ha növeled az egyetértést, két ember közt, két emberről szól a történet, vagy akár egy ember és egy társaság között, ha növeled az egyetértést, akkor nő a szimpátia, nő a szeretet. Ha növeled a szimpátiát, akkor nő a kommunikáció, és nő az egyetértés. Bármely növeled a kommunikációt, akkor növelheted az egyetértést, ezáltal növekedik a szeretet. Ez a három, vagy nő, vagy csökken. Lecsökkented a kommunikációt, lecsökken az egyetértés, és lecsökken a szeretet. Lecsökkented az egyetértést, lecsökken a szeretet, rögtön lecsökken a kommunikáció. Lecsökkented a szimpátiát, a szeretetet, rögtön lecsökken a kommunikáció, lecsökken az egyetértés. Tehát ezeket növelni kell. Na most, aminek megnézed, nem véletlen, hogy a csúcsa a kommunikáció. Miről fognak kommunikálni az emberek, ha nincs ez a három közül egy se? Semmiről. Nem tudnak miről kommunikálni. Miről fognak kommunikálni? A tévéről, a médiában mit olvastak, a hírekről, ilyen baromságokról, érted? És nap mint nap ezekről. De egyébként nézzétek meg, az átlagember a 96% miről kommunikál? Olyan dolgokról, aminek az ég adta világon semmi értelme. Az ő életükre semmilyen pozitív hatással nincs, max negatív hatással, mert negatív hatással könnyen van, és van is. Az is a cél. Így van, és az is a cél. És olyanról kommunikálnak, hogy semmi értelme. Érted? Miért? Mert ez a három hiányzik. Gyerekekről az ember tud kommunikálni. Arról, hogy hogyan építkezzünk, mit csináljunk, arról is lehet kommunikálni. Arról is, hogy a vállalkozásban most hogy csináljuk, mit csináljuk, arról is lehet kommunikálni. És még miről? Miről? Arról, hogy hova megyünk jövőre nyaralni, és akkor minden nap arról fogunk beszélni, hogy hova megyünk jövőre nyaralni. Nem lehet, érted? Azt egyszer megbeszéli az ember, kész. Érted? Nincs folyamatos kommunikáció. Tudjátok jól, hogy egy emberrel akkor tudsz folyamatosan kommunikálni, hogyha van közös téma. Mi a nejeme egész nap tudunk beszélni, megállás nélkül, mert annyi közös témánk van. Érted? Ugyanúgy biztos vagyok ebben nálatok is. Persze, így van. Így van. És ti hogy csináljátok ezt? Beszélnek a nejvagy. Sok éppen sírja. Értitek? Tehát ezek olyan dolgok, ilyen alapdolgok,
ami az életét befolyásolja az embernek, hogy merre akar haladni. Tehát tudnunk kell, mi a küldetésünk. Tudnunk kell, hogy az milyen tevékenység fontos hozzá, és tudnunk kell azt is, hogy mit tegyünk az életünkbe. Az alkalmazotti lét nem megoldás. Az alkalmazotti lét tudod mire jó? Arra, hogy agyon manipuláljanak téged. Kiszolgáltatottság. Semmi másra. Kiszolgáltatottság. Így van. Egy teljes kiszolgáltatottság. Így van. És tudom, hogy az világ e felé megy, hogy te minél jobban kiszolgáltatott legyél, minél jobban manipulált legyél. De ebből ki kellene törni. Senyved a lelked a testedben, amikor manipulálnak. Senyved a lelked a testedben, amikor kiszolgáltatott vagy. Érted? A lelked a szabadnak született. Gondold végig, szabad lény. Gondolat sebességével tudnak közlekedni. Érted? Ahhoz képest, gondold végig. Gondold végig. Szellemi szabad. Tehát ugye azt jelenti az egész, hogy olyan tevékenységet kellene mindnyájunknak foglalkozni, aki a 4%-ba benne van. Érted? Aki szellemiséggel foglalkozik. Ami által szabad leszel, szabaddá válsz. Érted? Az alkalmazott élet az nem szabadság. Az szolgaság. Szabadságra megy. Hát így van. Két hét. Hát most ugye azt akarják bevezetni, hogy ne rendelkezhess a szabadságot fölött. Nem, azt teljesen meg akarják vonni. Teljesen. Teljesen. Hogy teljesen a munkáltató szabja meg, hogy mikor mehetsz szabadságra. Így van, ezt tervezgetik. Aláírás előtt van. Így van, aláírás előtt van. Így van. Hogy teljesen megvonni. Hát a miniszter, a kormány. Ja, hogy a kormány. Hát persze. Persze. Hát a munkatörvénykönyvét akarják most ez ügyben módosítani. És még van egy-két ilyen szigorítás, de már arra nem emlékszem. Ez volt a legfontosabb. Tehát most gondold végig, visszatér a teljes szolgaság. Érted? Mintha elment volna. Hát jó, de nem mindegy, az sem ilyen fokozatban van, tudod, a szolgaság. Így van. Értitek? Tehát szabadnak kell lenni. Azért vagyunk szellemi emberek, hogy szabadakká váljunk, és szabadakká tegyünk másokat. Világos ez? Hát tudod, Miklós, itt csatolnám, hogy mennyire hívjuk föl a figyelmet arra, hogy vissza a természetbe, vissza az őstermél önellátásba, és onnantól te termeled az embereknek. Mert akkor már szabadon van. És erre nem kényszerítenek minket. Tehát ezek a szabályok, a zöldések, most igazán. Erre szorít minket. Erről szól. Hát ugye az a baj ezzel kapcsolatban, hogy ugye nekem van egy csomó olyan ismerősöm, illetve rokonom is, aki gazdálkodó. És ugye többféle gazdaság mennyiséggel rendelkeznek, az egyik kisebbel, másik nagyobbal. És tudjátok, mit látok, hogy mennyiből tud megélni egy család? 70 hektár. Az baromi sok. Az baromi sok. Tehát a 70 hektár az a határ, amiből már meg tudnak élni. Az alatt csak épp éldegélnek. Na most 70 hektár egy családna, és egy családról beszélek. Van annyi terület? Nincs. Nincs annyi terület? Nincs. Már nem lehet területet venni. Felvásárolták a területet. Azt vannak olyan utopisztikus gondolkodók, akik a 70-es évekbe mennek vissza, ahol még azt tanította például az Anasztázia nevezetű orosz hölgy, hogy egy hektáron elboldogulsz. Hát boldogulni lehet, csak megélni. Hát megboldogulni. Ha boldogulni egy szobában is meg tud. Csak meddig él. Na most, ugye én a saját tapasztalatom alapján mondom, nem nekem van 70 hektár, csak a családban vannak olyan rokonok, akiknek van különböző mértékű, és mind az tud boldogulni, akinek 70 hektár fölött van. És aki az alatt,
ott a feleségnek is dolgoznia kell még. Oké, okay. Tehát az azt jelenti, hogy nem elég az a 70 hektár alatti jövedelem, nem elég arra, hogy megéljen belőle a család, és a feleség is dolgozik. Kivitelezhetetlen sajnos. De most gondoljátok végig, hogy a terményeket úgy vásárolhatják meg, akkor kapnak csak rá állami támogatást, hogyha ilyen csirátlanított termékeket vesznek. Ami azt jelenti, hogy abból nem tudsz magot hagyni. Halott kultúra. Igen. Így van. És ha te olyan magot veszel, ami nem csirátlanított, akkor nem adnak rá állami támogatást, és akkor nem tudsz belőle megélni, még a 70 hektárnál se. Képzeld el. És minél nagyobb a földed, annál inkább ugyanúgy vagy, nem tudsz belőle megélni, ha magadnak akarsz termelni, mert nem adnak rá állami támogatást. Tehát nyugaton, ha te azt gondolod, hogy a gazdaságok úgy élnek meg, hogy a saját erejükből, akkor nagy tévedésbe vagy, ugyanis az állami támogatásból élnek részben. Meg vannak programok is. És olyan fajta előírások vannak azoknak, akik állami támogatást kapnak, hogy alig bírják teljesíteni. Tehát azok, akik maguknak termelnek, illetve nem... nincsenek benne ebbe a körforgásba, ebbe az állami támogatásos körforgásba, semmilyen állami támogatást nem kapna. Tehát ez az önmagunknak termelés, ezt én végig gondoltam, egyszerűen nem. A mai világban nem tudja az ember megvalósítani. Nincs hozzá ember. Hát na, arról nem is beszél, ki fogja csinálni. Nem akar úgy a dolgozni. Hát és gondold végig, egy nagyobb földterület, egy ilyen nagy földterület, mint a 70 hektár, az gépesítés nélkül lehetetlen. És honnan kapszak? Hát ez az. És ugye hogy veszik ezáltal a gépeket itt erre? És ott már vége van. És vége, így van. Hát az, hogy minden megtermelnek, azt azért megkérdőjelezem, hogy nem vásárolnak semmit boltba, ami élelmiszer. Ami azt jelenti, hogy akkor olyan dolgokat nem vesznek. Vagy leszokott annak a... Tehát például lisztet maga őrli. Hát akkor csak vesz. Sót maga csinálja. Tehát akkor csak vesz. De hogyha mondjuk el tudja adni a sajtot, piacot... Hát jó, de onnantól akkor is vásárolni kell. Tehát mindent megtermelni lehetetlen. Nem, a mai világban lehetetlen. Gumicsizmát hol vesz? De a cserekereskedelem Tehát ráadásul ugye olyan ismerőseim is vannak, akik maguk kezdték el a gazdálkodást, nem volt senki, aki betanítsa őket. Tudjátok hány év lett, mire betanulták, hogy mit, hogyan, merre, meddig? Körülbelül 10 év. És addig egyszer alig bírtak belőle pénzt kiszedni, mert mindig mindent rosszul csináltak. Érted? Így van, a tudás hiányában, mivel nem gazdálkodtak, és nem volt, aki tanácsot adjon nekik. Így van, pontosan kiesett a szülők. Hát most van. A fiú esik ki, ott a gyerek esik ki, mert az menedzser. Így van. És sokkal jobban mutat az öltönybe, lakcipőbe, és már nem is ismeri föl a földet. Tehát képzeljétek el, hogyha nekiállnánk mondjuk földet művelni, mekkora veszteséggel művelnénk földet, érted? Hát gondold végig. Eleve sose csináltuk, fogalmunk nincs, mit kéne csinálni, érted? És csak a veszteséget veszteségre halmoznánk. Ez olyan, mint hogy körülbelül, ugye ott élünk, ahol élünk 38 éve. Igen, 38 éve. Az alatt vagy 25-ször ültettünk paradicsomot. Nem tudom, tudjátok-e, hogy hányszor termett bőséges paradicsom? Két alkalommal. Kettő. A 25 év alatt, érted? Kétszer. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag
Körülbelül annyit hozott vissza a paradicsom, mint amennyiért vettük a palántát. Érted? Na most, és hol van a munkadíj? Amit foglalkoztunk vele. Még a rezsi. Hát így van. Így van. A rezsiről nem is beszélve. Érted? Hol van? Tehát ugye én ezeket a dolgokat vagy saját bőrömön, vagy más tapasztalatából látom. És ez gyakorlatilag megvalósíthatatlan. Ezt úgy lehet megvalósítani, hogy vannak gazdálkodók, és akkor azoknak a termékeit megvenni. Érted? Az ismeretségi körbe, a baráti körbe. Így van. És akkor van, aki ezt termeli, azt termeli, és akkor egymás közt. Persze. De az, hogy nekiálljon mindenki ilyen. Mindenre azt hoztam rá. Ez ki van csukva. Tehát ide két hét múlva úgy jön ide a következő. Két hét múlva, hogy önellátó, gazdálkodó is, meg termelő, és termelő. De ide jön, előadást tart, és a termékét meg lehet venni, be tudjuk mutatni. Így van, úgy lehet. Na, de hát már tradíció neki. Ez már a gyerekeit is tanítja, meg az egész családban. Ezt így lehet. De nem az, hogy mindenki neki áll, hanem van egy pár olyan ember az ismeretségi körbe, aki termel, már termel, nem most tanul meg termelni. Már termel, és azoknak a termékeit megvásárolni. Ez így működik. De az, hogy nekiálljunk és termeljünk, mint van egy ismerősöm, aki ugye jött már kétszer is avval kapcsolatban, hogy ő már eldöntötte, és már összeszervezett egy csapatot, hogy földet vásárolni, és állatokat, és növényeket termelni, illetve tenyészteni, érted? És hogy akkor ebbe én szálljam be. Mondtam, hogy nem. Tetszik az ötlet, semmi gond nincs vele, de én bele nem szállom. Mondtam, hogy biztos, hogy nem. Megengedett, hogy kicsit cizelláljam a dolgot, nem kiigazítom. Cizellálom, nagy különbség. 45 éve foglalkozom földdel, ennek a jogán vagy okán. Tehát én egy tanyás körzetből származom, most is ott, végig is ott lakom. A tanyasi paraszt az képes volt megtenni, hogy két hónapig ne mozduljon ki a tanyájáról, tehát nem kellett neki bemenni a faluba. Tehát két hónap, na most, persze ezt most azért konkretizálni kell, hogy nem volt neki lapos tévéje, lehet, hogy még árama sem volt, ezért kellett időnként bemenni petrólamat venni, mert azt nem tudott otthon elállítani, de minden egyéb a létfenntartáshoz megvolt. Tehát ez volt a nagy tanyasi közgazdasági csoda, az én véleményem szerint. Ez már majdnem önellátás volt. Nyilván el kellett menni a vásárba fél évenként, mert egy csizmát kellett venni, tehát azt se csinálta meg otthon. Lépjünk tovább. Mennyiből, hány hektárból lehet megélni? Ezt azért kell egy kicsit cizellálni, mert ez így nagyon tágfogalom. Meg lehet kettőből élni, hogyha az üvegház, és mondjuk liliumot termeszt alatta a... De azt nem eszük meg. Azt nem eszük meg, csak mondom, hogy meg lehet élni. Én úgy gondolom, hogy te a 70 hektárnál a szántóföldi növénytermesztést céloztad meg. Nem lehet 70 hektárból az én szakmai meglátásom szerint megélni, ha szántóföldi növénytermesztést végzünk. Az én úgy gondolom, hogy 200-250 hektárra van. Tehát 200-250 hektárra van szükség. És élő kultúrára, nem pedig módosított. Így van, tehát, és van a mezőgazdasági lélegeztetőgép. Mi nálunk előbb vezették be a lélegeztetőgépet, mint a Covid-nál. Ez nagyon komolyan kell, 45 éve csinálom, tehát valami rálátásom van. Diplomával igaz, de ez nem gátolt meg abba, hogy mondjuk ne értsek hozzá. Tehát, azt tudni kell, lélegeztetőgép. Ma, ha nincsen a különböző állami támogatásoknak a szerte ágazó polipkarja, amivel természetesen bennünket sakba lehet tartani, akkor szinte minden ágazat élet képtelen. Tehát
Értitek? Igen. Szinte minden ágazat életképtelen. Tehát úgy vannak kialakítva a költségek, és úgy vannak kialakítva a árak, amiért te értékesíteni akarod, hogyha nem tudsz benne, én most gyorsan ki tudnám számolni, legalább 5 jogcímen kapok állami támogatást. Legalább 5 jogcímen. Legalább 5 jogcímen. Így egy szabadesésben lévő vállalkozást vezetek, ami ezelőtt 5 évvel még perspektívikus volt, most az agonizációnkat próbálom meghosszabbítani. Tehát teljesen világos, hogy tönkre fogunk menni, vagy abba kell hagynunk, ez nem kétséges. Így, na, tessék. Így igaz. Így van, fizetett tűzszem. Itt csak arról van szó, hogy 66 éves vagyok, meg tudom-e még hosszabbítani ezt az agonizációt, mert még az életerőm valamelyest van. Kedvem már nem annyira, valamikor én szenvedélyesen szerettem a szakmámat. És a lényeg az, hogy ez a gazdálkodási forma, ami valamikor a családi gazdálkodásnak a kisüzemi fajtája az, amit mi csinálunk, tehát mondjuk 4 traktorunk van, stb. Föl vagyunk gépesítve, adósságunk nincs egy fillér se, hála jó Istennek, mert a igazi paraszt az úgy gondolkozik, hogy mindig csak addig nyújtózkodjál, ameddig a takaród ér, mert a nagyapáink ezt tanították nekünk, de egyébként ma a mezőgazdaság halálra van ítélve. Egyszer én már itt elmondtam, hogy a rendszerváltás pillanatában 16-20 millió ember élelmiszerét állítottuk elő, és a kellett feldolgoztuk, ma a saját élelmiszerünk 60%-át importáljuk. Igen. Teljesen életképtelenek vagyunk, mint ország. Igen. Mezőgazdaság igen. Szempontjából. Hogyne. Ma az életképesség az a 10 000 hektáros gigabirtokokban rejtezik. Ez is a cél, hogy mit legyen a Mészáros Lőrinc, a Csányi Sándor, a mit tudom én, Fityfene. Tehát tulajdonképpen ez a nagyságrend legyen. Tehát mi ezek a 20, 30, 40, 50, 60 hektáros gazdaságok el fogunk tűnni. Tehát itt 5-10 év múlva ilyen már nem lesz. De nem ez a legnagyobb baj, hanem az a legnagyobb baj, hogy Magyarország, mint valamikor Európa éléskamrája tulajdonképpen le lett építve, tudatosan le lett építve. Most még ezt számoljátok hozzá, hogyha 3 hónap alatt kimegy az országból az összes autószerelő üzem, akkor itt fogunk állni, itt fütyülés következik, egy szál pöcsbe. Semmink nem lesz. Nincs nehéziparunk, nincs könnyűiparunk, lényegében szolgáltatásunk nincs, és ehhez nem lesz mezőgazdaság. Se. Innentől kezdve bele vagyunk kényszerítve az Unióba, és a Huxit az csak ilyen vágyálom. Na. Tehát nem kiigazítottam, cizelláltam. No, hát így lehetne saját gazdaság. Igen. Na, úgyhogy lényeg az, hogy ez egy olyan fajta működés, ahol ugye akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi lenne a népünknek a küldetése. Mert mi egy nép is vagyunk, nem? Legalábbis az szerint. Méghozzá nem gyenge nép, nem kis nép. Tehát van egy, nem tudom mennyire tudjátok, ugye a miaink tudják, hogy mi a népünk küldetése, de ugye Miklós emberei, mennyire tudjátok, hogy mi a népünk küldetése? Belemelni a magyarságot egy magasabb tudatszintre. Nem. Mutatnunk a többi. Egy magasabb szintű tudás elvitele az emberiség számára. Körbe a bolygó. Ez a hunok küldetése, tehát a hunok küldetése. A mag népe. És tudod, honnan kapták még ezt? Hipporbeusoktól is hozták le, északról. És körbehordtuk a földet. Tehát a hunok,
azok régen csináltak egy törzsszövetséget, 24 törzsszövetsége, ahol megfogadták azt, hogy ez egy vérszerződés volt, hogy nem válhatnak külön, és az a küldetésük, hogy egy magasabb rendű tudást juttassanak át. Ezt a magasabb rendű tudást fentről kapták. És azzal a céllal, hogy átjuttassák az emberiség számára. És a hunoknak mindig ez volt a küldetése. És azt mondjátok most, hogy mi valaki azt gondolja, hogy mi közünk a hunokhoz. Lehet, hogy mi azt gondoljuk magyarok, hogy semmi. Ha csak megnézzük, az elég, egész világ az mind hú feliratot lát, amikor Magyarországot nézi. Mi a felségjelünk? Hú. Az mit jelent? Azt jelenti, hogy hun. Onnan indulunk ki. Hogy hun és hungária. Hungári, ahogy szokták mondani. Úgy is mondják, hogy valahol lemejtik a hát, és akkor ungán. Mindegy. Lényeg az, hogy hun. Az egész világ hunoknak tart minket. Egyébként ez így van. Csak mi saját. Csak mi saját magunkat nem. Döbbenetes. Mi elválasztjuk magunkat a hunságunktól, mikor az egész világ közvetlen leszármazottainak tekint minket, magyarokat. 170-ig, Krisztus után 170-ig, tehát időszámítás után kezdetétől 170-ig, nem is volt olyan, hogy magyar nép, vagy akár magyar törzs. Tudod, mi volt a magyar? Az egy vallás. A magyar az ugyanolyan vallás volt, mint a zsidó. Hoppá! Érted? Ami azt jelenti, hogy gondold végig, hogy vallás voltunk, és nem nép. A népünk úgy keletkezett, hogy voltak olyan nevű hunok, hogy magyar, mint például a magor is. Ugye magyar. És régen mindent a kifejezésből nevezték el. Tehát például, hogyha mondjuk egy törzsnek a vezetője, magyar nevezetű egyén volt a törzsfőnök, akkor azt mondták arra a törzsre, hogy na, ők a magyarok. És így lettünk mi először törzs. Krisztus után 170-nel. Még akkor se nemzet volt, az első magyar törzs volt a bolygón. És ez a törzs szaporodott, és mivel a honfoglaláskor a magyar törzsből jöttek ide a legtöbben, ezért lett később ez Magyarország. De ez nem honfoglalás volt. Az csak visszatérés volt. Annak következtében, amit most nem fogok elmondani, mindegy, az, hogy hosszú lenne. Tehát lényeg az, hogy mi csak visszatértünk. Néhány gondolatot mondj rólad. Annyit mondanék, hogy a magyar az ugyanolyan törzs, mint a palóc. A palóc is egy törzs. A kunok is egy törzs. A jászok is egy törzs. A székelyek is egy huntörzs. Ez mind huntörzs. Mind a négy. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy miért Magyarországnak hívják most Magyarországot, mert azon belül a magyar törzs volt a legnépesebb ezekből közül, a törzsek közül, és ezért ugye régen mindent úgy neveztek el, hogy mi rá a leginkább jellemző, és akkor úgy nevezzük el. És így lettünk egyáltalán nép. Mi sose voltunk magyar nép. Nem volt olyan, hogy magyar nép. Olyan, hogy hun nép, olyan volt. De a hun népnek sok törzse volt. Hát eleve ugye a honfoglalásnál is álmos, ugye van a hét törzs. Ugye azt mondja, hogy is van a hét törzs? Az a vezérek. A törzseket. Mert ugye most az álmos előd ontkontasúba töltöm, azok a vezérek. De a törzseket mondom, az is hét törzs volt. Ugye Megyer, Kürgyarmat, mit tudom én még mik voltak. Még Megyer, Kürgyarmat, Tarján, Jenőkeszi.
Így van, így van. Ez a hét törzs. Tehát nem volt olyan, hogy nemzet, olyan volt, hogy törzsek voltak. Érted? És úgy állt össze a nemzet, hogy gyakorlatilag megszüntették a törzseket. István szüntette meg a törzseket, csak úgy mondanám. Addig törzsek voltak, míg István nem volt. És mi volt az eredeti küldetés? Hogy egy magasabb rendű tudást juttassanak át az emberiség számára. De ezt István leállította. Első István. Ugye a Szent Istvánunk leállította. Sőt, kilépett a vérszerződésből, aminek nem tudom, tudjátok-e, hogy a vérszerződésnek mi volt a fogadalma, és mi lett a következménye? 1000 éves átok. Az volt a fogadalma, hogyha egy törzs kilép a törzsszövetségből, akkor 1000 éves átok sújtsa. Ez a turáni átok, így van. Mert ezek a turáni törzsek. És ez az átok, ez beindult Istvántól. És István volt az első vezető, aki, tudod mit csinált, ami sose előtte nem csinált senki a hunok közül. Hogy a saját népe ellen idegeneket hívott segítségül. Ilyet egy se csinált. Ő egy trombitorló volt, mert akármennyire tanították ezt, ugye nem István volt a várományos, hanem kicsoda? Koppány. Koppány, így van. Koppány volt a várományos. Így van. És ő egy trombitorló volt, aki Koppány ellen, és a nép ellen, a nemzet ellen, gyakorlatilag idegeneket hívott be segítségül. És ugye itt most van egy érdekes dolog ezzel a turáni átokkal. Mert miért lett a turáni átok? Több dolog miatt, ugye összetevős. Felrúgta a vérszerződést, és idegeneket hívott segítségül a saját nép ellen. Egyébként a vérszerződésben benne volt, hogy egymásnak segíthetünk, de idegeneket nem hívhatunk egymás ellen. Benne volt. Tehát két hibát követett el István. És ugye az a baj, hogy azért nem tudni, hogy most mi a manó van, mert lejárt ugyan az 1000 éves átok, de drága Antal Jóskánk eladta az országot ugyanúgy, mint ahogy eladta István az országot. Hosszabb. Azt nem tudni meddig, mert ilyenkor már nincs, mert az csak 1000 éves átok van, de az átok tovább fog, addig, még ezt nem oldják meg. És ez az ország úgy el van adva, de úgy el van adva, mint a húzat. Tehát gyakorlatilag ezáltal az átok addig szól, ameddig el vagyunk adva. És ugye van egy dolog, hogy addig tudtuk teljesíteni a magasabb szintű tudás eljuttatását, ameddig nem jött István. Istvánnal ez megállt. De egy népnek nincs se, hogy megáll a küldetése. És ha egy nép nem teljesíti a küldetését, nem csinálja a küldetését, akkor nehézségei vannak. Átok sújtja őket gyakorlatilag, mondhatjuk azt. Tele lesznek problémával. Ugye az átok ezt jelenti. Na most gondoljátok végig, ez a nép pedig nem teljesíti a küldetését. Egyesek csinálnak olyanokat, hogy egy magasabb rendű tudást nyújtsanak az embereknek, és a többség mit csinál? Hát karba tesszük a kezünket, és várjuk, hogy mit tudom én, jön ma Jézus, azt megoldja, vagy mit tudom, jönnek az UFO-k, és megoldják, vagy majd a kormány. Valaki majd megoldja. Persze, mert helyettünk valaki megoldja. Hát ez egyszerű, nem? Ki az, aki nem tudja karba tenni a kezét? Aki félkezű. Érted? De az összes többi karba tudja a kezét. Érted? Tehát ezen nincs gond.
Na most ez a legkönnyebb, hogy karba tesszük a kezünket. De embereknek tudást adni, informálni őket, érted, hogy van jobb, meg felhívni a figyelmüket arra, hogy figyeld, ennek ez lesz a következménye, ha ezt csinálod. Érted? Figyelmeztetni őket, hogy ne csináld ezt, mert akkor ebből ez a következmény lesz. Sok mindent lehet átadni az embereknek, érted? Sok mindent. Az embereknek az a legnagyobb problémájuk, hogy félre vannak informálva. És vannak emberek, akik helyes információkat adnak az embereknek, érted? Az is egy fontos dolog. Most gondold végig, a te ismeretségi körödbe te tudnád a helyes információ felé terelni az embereket, nem? Nem csak az a dolgunk, hogy mi magunk helyes információkat gyűjtsünk magunkba, érted? Hanem ha tudunk helyes információkról, akkor környezetünkbe tegyünk már valamit, hogy ők is tudjanak. Nyilván, aki ez valami pozitív érzelem kötődik, nyilván, aki utálsz, annak nem kell. Megmondja már. Jó, tehát... És hogyan fogadják, akinek mondjuk elmondanám, hogy... Próbáld ki! Próbáld ki! Hát nem, ne zúdíts rá, az információkat. Képzeld el, milyen információkat hallottam. És akkor beszélsz róla, érted? Ennyi. Így van. Itt a bogarat ültetsz a fejébe. Hogy van a galambal? Szóval lényeg az, hogy nem kell az a baj, mikor túlinformáljuk őket. Tehát mit tudom én, nézd meg a videót, érted? Nézd meg ezt, nézd meg azt. Ennyi. Érted? Mit tudom én, sok embernek biztos, hogy neked is van ilyen rövidebb kis videóid, érted? Hát azt mondod, hogy nézze meg ezt a kis rövidebb videót. Érted? Nekem is vannak fönn ilyen kis rövid videókat. Tehát a nagy videók... Csak két órás. Nagy videókból egy kicsi. Az könnyebben megnézi. Érted? Egy 5-10 percet bárki rászám. Itt ha azt mondjuk neki, hogy 2 óra, akkor nem biztos, hogy egyáltalán odaül, érted? De azt mondjuk 5-10 perc, vagy 15, azért még lehet, hogy oda is ül. És akkor valami információt kap, hogy jé, ilyenek is vannak. Ilyen törekvések is vannak Magyarországon. Nem csak az, amit a médiában látok. Gondold végig. Tehát egy olyan világban élünk, ahol van egy csomó jóslat a múltból. Nem tudom, tudjátok-e, hogy ez időtájt a Kárpát-medencéből indul ki a magasabb rendű tudás. Ez időtájt. Nem máshonnan jósolják. Van vagy 7, én tudok, vagy 7 ilyen jóslatról, hogy ez időtájt, amiben most élünk, indul ki a magasabb rendű tudás. A Kárpát-medencéből. Nem máshonnan. És a Kárpát-medence az nem csak Magyarország területe. A Kárpát-medence az a régi nagy Magyarország területe. A kényszerhatáron túl. Persze. Így van, az a nagy Magyarország területe. Úgy hívjuk, hogy kényszerhatáron. Így van. Így van. És ugye, ha megnézzük a Kárpát-medencébe, még mindig mi vagyunk a legnépesebb nemzet. Még mindig. Annak ellenére, hogy 100 éve általános törekvés folyik, hogy ne legyünk akkorák. És még mindig mi vagyunk a legnépesebbek. Még mindig a magyarok vannak a Kárpát-medencében a legtöbben, összességében. Még mindig. Még mindig nem mondjuk a románok. Pedig hozzánk a dúsított... Persze. Színes fémeket. Hozzák rendesen, ugye? Dúsított színes fémeket. Igen. Tele vagyunk vele már rendesen. Szóval lényeg az, hogy gondolkozzatok el ezen, hogy az a küldetése a magyar embernek, minden magyar embernek. Mert ugye a magyar népnek a fia az azt jelenti, hogy magyar ember. A magyar embernek az a feladata, hogy magasabb rendű tudást juttasson át más embereknek. Ennyi. És akkor, ugye, hogy csinálták ezt? Elmérsz a föld különböző pontjaira, és valamilyen szinten megértenek magyarul. Ahova a magyarok eljutottak, illetve hát a hunok eljutottak, megértenek magyarul. Elmész Dél-Amerikába,
ilyen törzsekhez, érted? És valahol megértenek magyarul. Közép-Amerikában megértenek magyarul. Afrikában megértenek magyarul. Ázsiában megértenek magyarul, érted? És nem azért, mert oda kiköltöztek magyarok. Indiában. Indiában megértenek, hát ott volt a központ Indiában. Véletlen. Érted? Szóval megértenek magyarul. Tehát miért? Azért, mert ott maradtak olyanok, akik még az ősnyelvet beszélik. És az ősnyelvünk az alapvetően a magyar van legközelebb az ősnyelvhez, meg az ő nyelvük, de ezeknek a... Hát nem tudom, tudjátok-e, hogy jelenleg mennyi a hun a világban? Több mint 300 millió. Hát a japánok is hunok. A koreaiak is hunok. Az angolok nem. Ja, a mongolok, jó, de kevesen vannak. Kevesen vannak. Koreaiak egy része is. Hát ugye vannak kínai tartományok, ahol laknak. Így van, például az ujgurok. Így van. Hát az egyiptomiak nem, azok nem, de a hova mentek jellemzően, ugye hova rajzottak szét. Ugye megszűnt a szigetük, mert az elsüllyedt, és akkor szétrajzottak, ugye India, nál szálltak partra, ott az, az egész terület, akkor Afrikánál, Egyiptomnál szálltak partra. Tehát ezek az ősi egyiptomi, mikor így erről beszélnek, nem véletlenül, hogy a hieroglifák, ha valaki magyarul tud és meg akarja fejteni, akkor az meg tudja fejteni, érted? Így van, az ilyeneket. Akkor például a mit tudom, a múltkor találtak valami, hogy hívják itt? Na, az, nem. Ott a tengerparton, Norvégia, mikor vikingek. A vikingeket, például a viking, mit tudom én, milyen ősi táblát találtak valamit, és magyarul orvosható, érted? Szóval, és lényeg az, hogy ugye a Földön, ugye Közép-Amerikába, Dél-Amerikába mentek, tehát a Föld összes részébe, tehát ilyen földrajzilag összes részébe, és Európába meg a Kárpát-medencébe. Tehát tudjátok, mikor szétrajzoltak, és ez a szétrajzás ugye a vízözön időszakában volt. És lényeg az, hogy ők alakították ki a nagy kultúrákat. Jó, Egyiptom az már csak egy hozadék, mert Egyiptom előtt ugye voltak a babilóniak, meg voltak a sumérok, tehát az mind Egyiptom előtt volt. És ugye főleg a Babilon, ugye az volt az első ilyen nagy, de az is ugye, ha megnézed, aki a babiloni tornyot építette, hogy hívják ezt a tornyot? Bábel tornyát. Hát ugye az Nimrod volt, így van, most miről beszélünk. Szóval lényeg az, hogy és ugye a hunoknak volt ez a dolguk, szétrajzottak, és ezért ugye a hunokkal szemben, a magyarokkal szemben van egy ellenszem. Hát gondold végig, azt mondja, hogy 6000 évig a világ urai voltak. Ez, hogy ellenszem van. Tessék? Ja. Amerika most. Mondom, 6000 évig. Persze, hogy ellenszem van egy olyan hatalommal szemben, amelyik a leghosszabb birodalom volt. Nem is tanulunk róla. Nem is tanulunk. Hát akkor erre jó példa a Erdélyben a magas földi kultúra, a pallakultúra, ami 35000 éves. Na most ott ha valami hoz van közünk, akkor az nagyon. Uh-huh. Vagy Boszniában, a piramisban, ott azért beszélgették ezt a 40, meg már 60 ezer év, zárt kőbe a 100 ezeret is elmerik mondani, és ott a kő. Így van. És ott a kő. Na? Ez mutatja, hogy ez egységes terület volt. Egy gondolkodással, egy céllal, csak szétment. Voltatok-e már Máltán? Voltatok? Mert oda érdemes lenni majd a csapatodat
elvinni, mert nekem az volt az egyik meglepőbb. Málta. Ugye ott kezdődik, hogy én mindig azt tanultam, hogy Málta az egy sziget. A Fészkesfenét, az három sziget. Az nem... Kis Atlantis. Mondom, az nem egy sziget, az három szigetből áll Málta. És akkor ugye ez mit jelent rögtön? Hát a tenger szétmálta. Jé, de érdekes. Szétmálta. Hát szétmálta. Hát szétszette, szétmálta. Jó, és akkor ugye elmentünk az egyik szigetre, mert ugye nem a fő szigeten, az egyik szigetre elmentünk hajóval. Mi a manót láttunk? Gigalitok. Gigalitok, érted? Máltán, de nem úgy, mint Stonehenge-be, hanem tök jó állapotban, nem így párkő, érted, ilyen nagy ritkán, hanem totál összerakva építményekbe. Jó, tető nincs rajta. Érted? És hatalmas gigalitok. Ami azt jelenti, hogy senki nem mondta, hogy itt, ott ilyen gigalitok vannak. Sehol egy hangot, de azóta sem nagyon hallottam róla, csak ha kerestem ezzel kapcsolatban. Google Maps-on meg tudod nézni ezeket a gigalitokat. És ez azt jelenti, hogy ott tök össze van rakva is, mert csak azért mondom, hogy Málta nincs messze, és ez nem a föld alatt van, hanem a föld fölött van egy hegy tetején, érted? Melyik hegy? Hát nem nagy hegy, ez inkább domb az. De ugye még akkor, mikor alacsonyabb volt a vízszint, akkor az egy magas hegy volt. És gondoljátok végig, hogy ott tényleg történelem van, tök látható formában, és olyan, hogy bevittek minket egy olyan föld alatti létesítménybe, képzeljétek el, ahol ilyen hatalmas, kb. Ilyen 1000 fős fekvőhelyek voltak kialakítva, és azt mondták, hogy ez temetkezési hely volt. Én nekem az volt rögtön a furcsa, hogy temetkezési helyen miért van tűzrakóhely körbe, érted? Akkor miért van kialakítva a halottaknak párna kőből, érted? Párna mindenkinek. Tehát rendes fejpárna a kőből kifaragva. Tehát rendes olyan ágyak voltak, érted? Ami kőből voltak megcsinálva, benne a föld mélyén, a sziklába vájva. És ilyen 30 méteren lépcsőn kellett lefele menni a földbe. Ugye, ott meséltek mindent róla, közel nem az volt, kaptam közben az információkat, hogy ez egy túlélési hely volt akkor, amikor a jégkorszak volt. És ott éltek benne egy falunyi ember, érted? És gyönyörűen mindenki volt alakítva nekik. És persze, hogyha később utána temetkezésnek használták, az egy dolog, de ráfogni egy olyan dolgot, hogy ez temetkezési helynek készült, az egy baromság. Az egy élő helynek képződött. Most gondold végig, az is egy ilyen domba, egy ilyen hegybe volt bevájva, de az is inkább csak domb volt, mint hegy. És hát ez egy komoly védelmet tudott nyújtani, ott lefelé, mondom, vagy 30 métert mentünk, komoly védelmet tudott nyújtani a hideg ellen. Becsukták az ajtót, és akkor nem volt hideg. Érted? Tehát ugye a jégkorszakban. Tehát gondoljátok végig, hogy olyan dolgok vannak, ami nem is tudunk semmit. És mert mit tudom én, tudjuk, hogy itt Rómában, Görögországban vannak romok. De hogy gigalitok, érted? Máltán, hatalmas, és nem olyan roncs, mint amiről tudunk, Stonehenge-be, érted, egy kis semmi. Itt hatalmas méretű oldalfalakkal rendelkező, magas oldalfalakkal rendelkező építmények, érted? Gigalitok. És ilyen hatalmas, sok tonnás kőtömbökből csinálva. És akkor azt mondták, hogy mit tudom, ez egy templomszerű valami volt, és tényleg ott volt az oltár, érted? Kőből az egész, ilyen hatalmas kőtömbből kifaragva. Tehát csak azért mondom, mert például ugye a múltkor is mentünk, gondolom ott már voltatok, azt mondja, hogy ugye ott a kolostornál, Pálos kolostor, fönn a mi kis falunk fölött, Pilis Szentlélek, így van.
Így van, Pilli Szentléleknél van, az a pálos kolostor, gondolom ott volt, tehát voltatok már közösen. És ott például néztük az energiákat. Ingával. Ugye a nejem szeret ingázgatni, meg még sokan ugye a csapatban. És akkor néztük, hogy hova vezet az energia, érted? Tök jól lehet mérni ott a pálos kolostoron belül. És tudod, hova vitt az inga? Az oltárhoz. Ott volt a legerősebb energia, és ott állsz az oltárnál, és érzed, érted az energiát. És ugye, amikor akkor voltunk Máltán, mikor még ilyenekkel nem foglalkoztunk, akkor kezdtünk ilyen dolgokkal foglalkozni, ugye akkor már a nejem még nem ingázott, és gyönyörűen lehetett volna ott is ilyen energiahelyeket mérni, mert ugye ezek az építmények, ez mind erre épültek, hogy olyan energiahelyekre, ami energia, pozitív energia kibocsátás van. Ezeket az építményeket mind olyan Szent helyre rakták. Tessék? Hát ugye a lejvonalak, Szent György vonalak, így van, ezeket is mondani, ilyen találkozásoknál persze. Szóval lényeg az, hogy nem tudom, szoktatok-e ilyet csinálni, hogy pálcázni vagy ingázni, például a pálca, ugye a Maria pálcázik is, és a pálca vitte, gyönyörűen mutatta, hogy merre menjen, hol a legnagyobb az energia. És ugye ezek csodálatos dolgok. Hát már, tehát, mit tudom én, nem tudom, voltatok-e már fönn Rámhegyen? Persze. De fönn a... Nem a Rámszakadék, Rámhegy. Dobogókörről rálátni a Rámhegyre, így van, szembe vele. És ugye ez egy ilyen, olyan kis hegy, amilyen tök meredek fölmenni. Rámhegy. Az a neve, hogy Rámhegy. Ez a Rámszakadéktól pár száz méterre van. Hát azt nem tudom, hogy tetején, de azt tudom, hogy pár száz méterre van a Rámszakadék. És az a, mondhatnánk, hogy a Rámszakadékhoz vezető út mellett van ez a Rámhegy, ott kell letérni. A Ferenci szikláról van szó, az a Rámhegy. A Ferenci szikla a Rámhegyen van. Átöleled a sziklát, és érezni az energiát. És dobog a kő, érted? De nem csak az, hogy dobog a kő, az a szikla nem dobog, az csak érzed, hogy mekkora energia jön belőle. És fogsz bármilyen ott a Rámhegyen, bármilyen követ, amit találsz fönn a hegyen, amit a markodba tudsz venni. És így megfogod, és elkezded fogni, fogod, és egyszer csak azt veszed észre, hogy jé, ez dobog. A kő dobog, érted? És hazaviszed azt a követ, és meg pár napig otthon dobog, ugyanúgy, mikor a kezedbe veszed. Utána kimegy az energia. És mikor ezt az ember megtapasztalta, kint voltunk egy 30-valahány fős csapattal itt ezen a Ferenci sziklánál Rámhegyen, és hát volt, aki ott fordult meg. Nem hitt az ilyen dolgokban, de mikor a kezében nyomtam a követ, bármilyen követ fölvehettél, és elkezdett dobogni, lehidalt, érted? Hogy lehet az, hogy egy kő dobog? Hát mert dobogó kő, tudod, az a neve, és ott a kő dobog. De nem tudtuk ezt megtapasztalni, csak a Rámhegyen, a Ferenci sziklánál. A Rámhegy ugye a földön a szív. Így van, ott van a szívcsakra. Onnan találtunk rá, hogy az a szívcsakra. Konkrétan a Rámhegy. És azon belül, ugye, mivel nem nagy terület, hát a Rámhegy teteje alig nagyobb, mint ez a helyiség, amiben vagyunk, az annyi a teteje. Tehát túl sok ember oda se fér. És hát az a szívcsakra. Ott van a föld szívcsakrája. Onnan találtuk meg. Tehát ilyen, mert ugye ti foglalkoztok ilyen dolgokkal, és az nagyon jó. Bejártuk az összeset. Aha, tudom, sejtettem. És mondom, ott itt teljesen megfordultak emberek, hogy akik nem hittek előtte, elviszel egy olyan embert, aki nem hisz ilyenekbe, egy anyagi világba zárt ember, fölviszed a Rámhegyre, ott van egy fél órát, háromnegyed órát, körülbelül, nem elég, hogy csak fölviszel, és akkor már rögtön nem, azt az energiát át kell vennie.
Ráadásul ugye oda nem lehet csak gyalog menni, kivétel engedéllyel, hogyha de azt ugye kérni kell. És lényeg az, hogy ott vagytok egy fél órát, háromnegyed órát fönn a hegyen, és akkor utána megfogtok egy követ, ami a kezedbe fél, és dobog, érted? Fantasztikus. Fantasztikus. Aha. És dobog a kezedbe, érted? És utána mondom, hazaviszed, és otthon is dobog. Sőt, odaadod egy embernek, aki nem visz ebbe, kezében nyomod, és akkor ott tartja egy 5-10 percig, és mit adtál te az én kezembe? Hát ez a valami, ez dobog, érted? Mert hogy doboghat egy kő? Az emberek ilyenben nem hisznek. Nem kell. Én vittem föl olyan embereket, akik nem hisznek ilyenekben. És utána azt mondta, hogy jó, akkor felejtsük el ezt a nem hiszek dolgokat. Hát hogy doboghat egy kő? Gondold végig, egy kő hogy tud dobogni? De amikor megtapasztalja, onnantól már nem hisz. Onnan már tud. Így van. Így van. Így van. Nézd meg a vallásokat, mire épülnek. Hiddel. Végig arra. Hitrendszerek. Így van, hitrendszerek. Így van. Mind hitrendszer. Így van. Hiddel, de nem adod mutatod, hogy mit higgyél, csak hiddel, ad egy neked egy leírást arról, amit vagy elhiszel, vagy nem, de jobban jársz, ha elhiszed, mert akkor nem is vagy nyugodni, de nem tapasztalod meg soha. Amikor megtapasztalod, akkor meg már nem kell adni semmit, nem már tudod. Hát az a spirituális embernek egyik ilyen fontos tulajdonsága, hogy ő nem hisz, hanem kutat. Pedig kutat, akkor megtapasztal, akkor meg tud is. Hát általában a tudatos embert meg is lehet erről ismerni, hogy az úgy tud kérdezni, hogy érzed, hogy már tapasztalat is volt. És a kérdés is jó. Tehát nem az, hogy hát, azt nem hiszem, meg hát, az hogy lehet, meg hát az így. Hát egyszerű kérdés, hogy fölteszel bárki egy kérdést, hiszel a Földön kívüliekben? Hát hány ilyen van? Hát azok kommunikálnak velünk, és csak nem értjük. Van megtapasztalásod Földön kívüli? Én teremtőmmel kapcsolatban van megtapasztalásom, ami azt jelenti, hogy ugye az Földön kívüli. Tudsz beszélni róla? Arról? Én rengeteget. Kicsit, hogy adjál a bőzőt. Az jó hallgatni. Ilyet jó hallgatni. Nem, azt jó hallgatni, mert a forrásból. Tehát ugye azt mondja, hogy hát ilyen 10 évvel ezelőtt kaptam egy olyan látomást, hogy megjelent egy lény, nem volt arca, megjelent egy lény számomra. És mekkora volt? Emberi mértékű. Csak arc nélkül. Hát izében volt ilyen csukja, köpönyeg, stb. Így van. És kommunikált velem. És kommunikált velem, így van, arról. Ez ugye álmomban történt, tehát nem éber állapotban, csak utána felébredtem. Kommunikált arról, hogy el kell azt vállalni, illetve elvállalom-e, nem azt mondta, hogy el kell vállalni, elvállalom-e azt, hogy ezen a bolygón ugye a csapatommal aranykort hozzunk létre. Ugye ez volt a... És akkor ugye az is el lett magyarázva, hogy miért. Meg az is, hogy miért ugye nekem mondják ezt, és hogy én elvállalom el, és azt mondtam, hogy igen. És azóta folyamatosan küldik az információkat, ami azt jelenti, hogy ugye mindig szokták kérdezni azt, hogy mit tudom, érzékelem-e, mondom, én nem érzékelem ezt, meg azt, meg azt, hanem én megkérdezem, és válaszolnak rá. Ez a válasz, ez vagy azonnali, vagy 3 percen belüli. Tehát ez minden olyan kérdés, amire nem felelhető a válasz, ez minden olyan kérdésre adják a választ. Bármi. Mit tudom én, mondjuk azt, hogy valakin van-e szellem, még akkor is, hogyha ismerem, vagy nem ismerem, világ másik felé van, akkor is megkapom a választ. Sőt, ha mit tudom, olyan dolgokat kérdeznek, akkor azokra is megkapom a választ.
Nyilván nem lényegtelen dolgokra, mert arra föl se teszem a kérdést. Tehát ezt nem úgy kapom a választ, hogy fölteszi valaki a kérdést, és nekem, és akkor én kapom a választ. Hanem úgy, hogy fölteszi nekem, én ugyanazt megkérdezem magamban gyorsan, és akkor kapom a választ. És ugye ez már olyan szintre fejlődött, hogy ha akarom, akkor tudok úgy csinálni, hogy beszélgetünk. Tehát kérdezek, válaszolnak, kérdezek, válaszolnak. De rögtön, tehát ez mintha ketten beszélgetnénk olyan szinten. És, de ezt most ne azt gondoljátok, hogy mit tudom én, most én hallok ilyet. Tehát a választ az gondolatban megérkezik azonnal. Érted? Tehát ez ugye régebben ez nem volt online, hogy ilyen folyamatos kérdezés lehet, hanem csak az volt, hogy kérdeztem, és akkor olyan 3 percen belül jött a válasz. Na most ez gyorsabb is tud lenni, ami azt jelenti, hogy már online is tud lenni ez a válasz. És ugye én rengeteget kapok úgy válaszokat, hogy képzést tartok bizonyos témában, és egyszerűen kiegészítéseket mondanak. Tanulok valami, vagy olvasok valami dolgot, kiegészítenek abban, hogy még mit mondjak el. Akkor mit tudom, hogy csinálják azt, hogy a nézőim föltesznek egy kérdést. Vagy fel se tesszük, csak megbeszéljük. És közben tőlem megkapják élőadásban a választ. Tehát élőadásban fölteszik a kérdést, otthon például. Otthon. Nézik az előadást, fölteszik a kérdést, és akkor én abban az élőadásban megadom a választ. Tehát ami azt jelenti, hogy ez rengetegen beszámoltak erről már, hogy hát honnan tudtam én, hogy ezt a kérdést tette föl magába, érted? Tehát nem írták le semmit, magukba föltették. Én is ott így gondoltam, és mert te megmondtad. Így van. És mondom, rengeteg ilyen van, de a legjobban azt szeretem, amikor ugye előadás közben kapom az információkat, hogy mit mondjak, hogy mondjak, fölmerül egy kérdés, mondjuk amire nem tudom a választ, és akkor rögtön jön a válasz. És akkor ez ugye van egy különleges dolog ezzel kapcsolatban, ezt csak úgy mondom, ezt ne csináljátok, mert nem így működik, hogy ugye az emberek kérhetnek a fentiektől. Mi az, hogy fentiek? Tehát ezt kéne tisztázni. Tehát nekünk nem teremtőnk van, hanem mindenkinek van saját teremtője. Maradjunk ennyiben, jó? Tehát ami azt jelenti, hogy most hogy értjük ezt? Tehát te nem születtél volna ide le, ha te istened, a te személyes istened nem érte el volna nálad, és nem segített volna abban, hogy leszüles ebbe a földi létben. Világos voltam? És az a te segítő, te istened, az a főnök, azokon az angyalokon, akik neked angyalként működve segítenek. Tehát ő a főnök, nem az angyalok a főnök, meg nem is te vagy a főnök, hanem ő a főnök. Tehát ez úgy volt, hogy ott voltál a létközi állapotodban, és akkor megpróbáltak már rábeszélni arra a teremtőd, ugye ez az isteni lény, hogy ideje lenne már újra születned. Mert túl sokat voltál ott a létközi állapotban. És akkor, na nagy nehezen, na jó, akkor megszületek. Jó, de mi a teendő? Azt mondja, hogy jó, hát az a teendő, hogy megvan a család, ahova le kéne születned, érted? És akkor megnézted, megvizsgáltad, jó, ugye már előre eldöntötted úgyis, hogy mit kell csinálni, jó, akkor ebben a családban hogy fogom ezt megvalósítani, és akkor megkapod, hogy ezt kell tenned, azt kell tenned, amazt kell tenned. Tehát ez fog történni lent. Na most akármilyen hihetetlen, abból a működésedből, ha én ismerném mondjuk a családi helyzetedet, előre meg tudnám neked mondani, hogy mi fog veled történni. Na most akkor én ezt meg tudom csinálni, akkor gondold be, a fentiek mennyire meg tudják csinálni. Tehát mennyire jobban értesültek avval kapcsolatban, hogy a te életed, illetve a szüleid élete,
hogyan alakult, és mi várható. Tehát szinte hajszál pontosan ki tudják számolni a szüleid működéséből, hogy mi fog veled történni gyerekkorban. Világos ez? Ezáltal nyugodtan oda beszülethetsz, be is születtél, mert bevállaltad az összes olyan dolgot, ami gyerekkorodban történt. Ugye akkor nincs szabad akarat gyerekkorban. 21 éves kortól van a szabad akarat. És megéled azokat a helyzeteket, és, de előtte természetesen mielőtt ugye leszületsz, abba beleegyeztél, hogy kitörölték az összes tudásodat, az előző életét, vagy ha újonnan lejött ember vagy, akkora az isteni tudásodat, ami volt, az a több millió éves, vagy több milliárd éves, azt mind kitörülték. Miért kell kitörölni? Hát próbálnál már ezzel a tudással, ami most van, beszületni egy csecsemőtestbe. Megbolondulnál. Hát az rosszabb, mint egy börtön. Hát ott fekszel tehetetlenül. Hát mondod végig. Semmit nem tudsz. Tele lennél tudással, és ott kéne feküdnöd. Érted? Mennyi? Szerintem egy pár hét alatt belebolondulnál. Simán. Sűsjetek ki. Igen. Gondold végig. Hát persze, hogy ki kell törölni a tudást. Hát gondold végig. Tehát törölték a tudást, és mikor jöttél le, mint lélek? Mikor megfogantál? Nem mikor megszülettél. Fogantatás pillanatában lejöttél, mint lélek. Na, ezt gondold végig, hogy micsoda szervezés az, micsoda tudás az, hogy a fentiek pontosan tudják azt, hogy te mikor fogsz megfogadni. És arra minden elő van készítve, hogy te abban a pillanatban, amit megfogantál, már lenni is vagy. Az anyád még nem tudja, de már a lélek. Így van, a édesanyád nem tudja, hogy te megfogantál, de már a lélek itt van. Na, erre varjál gombot. És nem költözik bele az anyába. Csak ott van az anya mellett. Világos ez? És kíséri az anyát. A lélek, így van, a lelked ott kísérte az édesanyádat megszületésig. És gondold végig, micsoda tudás, micsoda technika, micsoda információ ez. Érted? Lehet, hogy azért történik a fogantatás, mert már ott a lélek? Egyszerre. Hát nem, mert egyszerre történik. Egy pillanatban. Abban a pillanatban. Fogantatás. Csak szex van, és nincs fogantatás. Hát a szexkor még nincs fogantatás. Hát, tudják, hogy most akkor az, de... Így van. Hiába van szex, akkor még az nem fogant. Persze. Ugye ahhoz a nőnek fogamzóképesnek kell lenni, és lehet, hogy a megtermékenyítő ondósejtnek várakoznia kell. A bírja. Gondoljátok végig. És ezt tudjátok például, hogy a fiú ondósejt az lassabb. Várjál, hogy van? Melyik a lassabb? Nem gyorsabb, csak rövidebb. Várjál, gyorsabb. A fiú ondósejt a gyorsabb, igen. De rövidebb ideig él, rövidebb ideig tud fennmaradni. Így van, köszönöm szépen. És a lány ondósejt az ugyan lassabb, de várakozik. Így van, több napot is kitart. Így van, ami azt jelenti, hogy... Azt jelenti, gondold végig, hogy ugye a nő ondósejt az képes arra, hogy még várakozzon a fogantatásra, a megtermékenyülésre. Így van, megérésre, így van, hogy megérjen a petesen. Viszont ha éppen érett, akkor a fiú az hamarabb odaér, így van, hamarabb odaér. Na és gondoljátok végig, emellett pontosan tudják, hogy mikor fogadsz meg. Sőt, azt is tudják, gondold végig, még azt is tudják, hogy mi leszel, fiú vagy lány. Mert ahhoz képest választottad a küldetésedet, bocs. Mert tudod, hogy fiú vagy lány leszel, így van. És mi van akkor, mi van akkor, Miklós, amikor ez már megvan tervezve, mert ez egy magas szintű tervezés. És az alacsony tudatú ember pedig úgy dönt, hogy megszünteti.
Tehát jön az abortusz. Na ez lesz egy érdekes. Mert akkor ugye felülírod a felsőbb tervet. Mindjárt mondom, jó? Tehát lényeg az, hogy gondold végig, hogy micsoda szervezés az, ezt nem tudnád megcsinálni. Van az az isteni lény, amely ezt az egészet koordinálja. Érted? Na, az a lény az, amely utána koordinálja a te haladásodat. Nem ő intéz semmit, ő nem intéz semmit. Az itteni intézők azok az angyalok. Azok szervezik össze a dolgokat. De ez a lény, amit Istennek nevezünk, legalábbis én az Istenemnek nevezem, az végig koordinálja az egész életet, ha csak nem tagadja meg az ember. Na most ez azt jelenti, hogy na most akkor ki az Istenem? Kérdezem én. Neked ki az Istenem? Én nekem tudom, ki az Istenem. Nem. Az az Isten nem a teremtő. A teremtő az egy olyan lény, amelyből lett a lelked. De nem az koordinálta a dolgokat. Az a lelkedet teremtette. Így van, az teremtette a lelkedet, az azon keresztül, a lelkeden keresztül és minden anyagon keresztül, amiben rezgés van, már pedig minden anyagban van rezgés, onnantól kezdve információt kap. Tehát neki nem kell direktbe kontrollálni semmit, mert a rezgésen keresztül mindenről információt kap. Ugye a kvantumfizikában felfedezték azt, hogy hát mindenben van valami teremtő energia. Mindenben, minden anyagban. Amire azt gondolná az ember előtte a fizikában, hogy ez egy halott anyag. De nincs olyan, hogy halott anyag. Sőt, azt is felfedezték, hogy a gondolataink mennyire befolyásolja az anyag rezgését. Minden embernek más a gondolata, és más rezgés produkál az adott anyagban. Még a kőre is. Oda mész egy kőhöz, érted, és gondolsz valamit, és megváltoztatod valamennyire a rezgését. Tehát ugye ez így most már világos a teremtő energiánk. Gondoljátok végig, hogy van ez a teremtőd, aki koordinálja az életedet, aki elintézte a dolgokat, hogy abban a pillanatban itt legyél, ez nem teremtőd véletlenül. Most ott csücsülnél a létközi állapotba, érted? A virtuális valóságban, mert a létközi állapot az egy nagy részt virtuális valóság. Érted? És nem élnél az életedben. De olyan, mint ez a virtuális szemüveget, mikor fölveszel ezt a fej, pántos akármit, ahol nem csak egy szemüvegről beszélünk, hanem ami elfedi. Ez tök ugyanaz a virtuális valóság oda. Erre készítik egyébként az embereket, készítik föl, hogy majd oda át ezt elfogadják, ezt a virtuális valóságot. Na és gondold végig, mit tudom én, leszületik a lény, és akkor azt mondják a szülők, hogy ezt vetessük el. Egy dolog biztos, hogy lesz belőle, mivel? Az egy másik dolog. Mivel? Ugye, hát, az még csak egy magzat. Ezért nincs eltemetve. Nincs szertartás. Semmi nincs. És itt van a lélek. Hoppá, és az itt marad? Bocsi, senki nem küldi el. És mivel gondold végig, az anyához ragaszkodik. Még akkor is, amikor bedobják ott valami. Akkor is. Akkor is. Elküldik. Így van. Akkor is. Az anya mellett ott van. És az meg nem tudja, hogy mi van benne. Nem. És ott van benne. Hát nem ott van benne. Ott van vele. Vele. Ott van mellette folyamatosan az anya mellett. Úgy benne, hogy vele. Vele, nem benne, vele. Ott van körülötte mindig, ugyanúgy, mint előtte. Mert nem született meg, és ott van vele állandóan. És a prénkhoz hatása van. Hogyne? Így van. Nem feltétlenül, mert az is lehet, hogyha jó rezgéssel rendelkezik az illető, akkor akár segíteni is tud. Főleg akkor, hogyha egészségi dolog miatt kellett. És hogyha élete végig, akkor vele marad? Így van. És ez karma? Ha nincs elküldve,
Ha nincs elküldve, nincs, aki megmondja annak az édesanyjának, hogy hoppá, itt maradt veled egy lelkecske. És mondjuk egy vetélésnél, ott hogy... Ugyanez. Ugyanez. De ott is van 42 nap akkor, 42-49 nap. Az a halálesetnél van. Az más. Miből kap akkor annak élet? Hát ott az anyjával. Hát a környezetből, ugye ott van az anyjával, végig az anyjával van. Tehát ugye... Ami azt jelenti, hogy valahonnan onnan az anyja környékéről kap energiát. Száll neki másképp, rezeltek. És az anyja ilyenkor mindenképpen karmát? Hát nem feltétlenül. Mert attól függ, hogy milyen okból történt ez az abortusz. A vetélés az meg megint egy másik dolog, így van. Így van, de az abortusznál is, hogyha egészségügyi okból történt, tehát mondjuk az anya élete veszélyben lett volna, hogyha megszüli a gyereket, mert ilyen példák is vannak. De akkor segít is utána. Igen, akkor segítő, persze. Az anyát. Az anyát, így van. Akkor segíti. Tehát ugye ez más, meg az is más, hogyha azt mondják, hogy nem kell lesz, aztán elvetél, vagyis elveszik a... De az biztos, hogy a lélek az itt van. És itt is ugyanaz lenne a feladat. Elküldés, így van. Szertartás. Elküldés, szertartás, elküldés, így van. Mondjuk el itt is, hogy mi az módja. Mert ezt nézik, most ez egy másik videó. Mondjuk el ezt, mondd el, egyszeres. Hát ugye az a, az, a szertartás, az elküldési szertartás. A léleknek. Az a léleknek az elküldése. Ugye én kérésre ilyet nem szoktam csinálni. Én csak akkor csinálok, ha van egy olyan helyzet, amiben én úgy ítélem meg, hogy ezt meg kell csinálni, az általában temetés. És ugye én ezt úgy szoktam csinálni, hogy becsukom a szememet. Tehát ugye nekem van egy szerencsés helyzetem, mert én, ha akarom, akkor akár nyitott szemmel alfába tudok lenni, de csukott szemmel is egy pillanat alatt alfába tudok lenni. És ez azért, mert ugye annyit csináltam már életemben, hogy ez már így működik. Kezdetben ez nem így működött, most nehogy azt higgyétek. Tehát ez a gyakorlás révén. És ugye én azt is meg tudom csinálni, hogy én akár nyitott szemmel is el tudok valamit képzelni, úgyhogy azt látom. Ennek van egy hátránya. Az a hátránya, hogy annyira látom a dolgokat, mintha én abban benne lennék adott esetben, ha egy, mondjuk egy történést meséltek. És akár ha ez olyan történés, akkor simán rosszul tudok lenni benne. Annyira ott tudok lenni, mintha benne lennék, mintha én élném át, így van. Abszolút. Tehát mondom, azért, mert látom, egyszerűen benne vagyok. Nyitott szemben nézem az illetőt, és meséli a történetét, és én meg ott vagyok a helyszínen, és én vagyok az az alany, érted? Tehát eznek ugye nem kell csukott szem, de ugye ezt régóta megcsinálom, ez maradt nekem, ezt nem tanultam, ez maradt. És akkor ugye azt szoktam csinálni, hogy becsukom a szememet, tehát kell egy elazult állapot, tehát, és elképzeled azt, hogy ott van a halott. Tehát én érzékelem olyankor, mikor ezt csinálom, mármint a lélek, nem a halott, a lélek. Így van. És ugye elképzeled magát a fényt, és akkor elküldöd a fénybe, hogy mivel neked itt a földön már nincs dolgod, és oda való vagy a mennyekbe, menj a fénybe, és akkor menj el a teremtődhöz, és akkor elmegy a teremtőjéhez. És akkor ezt elképzeled, hogy el is megy, és akkor tényleg így van, elmegy. Tehát amit te így el tudsz képzelni ilyen pihentebb állapotban, tehát ilyen kicsit kikapcsolt állapotban, mert olyankor, mikor az ember ilyet csinál, akkor nincs környezet. Érted? Tehát akkor nincsenek hangok, meg ilyenek, hanem az van, amit csinálsz, mert azon van a fókusz. És akkor ez megtörténik, és elmegy. Na, nyilván ez gyakorlás kérdése, hogy ki tud zárni a külvilágot, érted? Mert
közben másra figyelsz, hát az úgy nem működik, hogy erre is figyelek, meg arra is figyelek. Közben hallgatja az ember a temetésen a papot, érted? Közben ezt is csinálod, az úgy nem megy. Hát ezért ugye ezt gyorsan meg kell csinálni, mert viszonylag sokáig nem tudod elhúzni, úgyhogy ne legyenek valamik, mert közben ott mozgás van, közben ott ez van, zavaró körülmények, tehát ezt úgy gyorsan meg lehet csinálni, és meg is kell csinálni. Jó, hát van, akik ezt ugye úgy is csinálják, hogy akár, mit tudom én, van rajtad egy szellem, vagy van ott a lakásban szellem, és távolról meg tudják csinálni. Oké? Okay? Tehát akik rendszeresen csinálnak ilyeneket, azt távolról megcsinálják. Akár kitakarítják a szellemet a lakásból, lakásodból, szellemeket, ha vannak, akár leveszik rólad a szellemet. Én is tudok ilyet csinálni, csak én nem szoktam ilyeneket csinálni. Nagyon ritkán csinálok ilyeneket. Nekem nem ez a dolgom. Jó? Tehát ezt meg lehet csinálni, bárki meg tudja csinálni. Aki... Érintett is maga az anya is. Persze, simán. Ez az édesanyja is. Így van, az édesanyja is meg tudja csinálni, hogy akkor kis fiam mindegy, lányom, tök mindegy, minek gondolod, érted? Elküldenek. Jó? De a hölgyek többsége nem is tudja, hogy ilyet lehet tenni. Nem. Tehát ilyenkor... Hogy lehet őket így felvilágosítani? Például most. Most igen. De akik már túlestek mondjuk egy pár abortuszon, akkor tulajdonképpen már ez késő. Mint édesanyámnak nem tudom hány abortusza volt. Rengeteg. Hát igen, mert már késő. Mamának. Hány éve, legalább 20 éve. De az lehet, hogy veled van, de és most is el tud engedni. Még lehet, hogy veled van, és most el tud engedni. Hát az életed végig van elkísérve. Így van, el, simán. Nincs idő. Ha nem küldik, itt nincs idő. A léleknek sincs idő neki. A 80 év az annyi, mint a 8 perc. Mert idő nincs. A lényeg, hogy meg kell csinálni. Hát mondom, mindig arra gondoljatok, mikor nincs idő, arra, amikor álmodtok. Álomban sincs idő. Ha 5 percet álmodsz, vagy mit tudom én, másfél órát álmodsz, nem tudod a különbséget. És neked mi a véleményed arról, hogy álmodsz, és van, amikor emlékezhetsz, és van, amikor semmire nem emlékszel, nem tudod elmondani. Van, amit meg el is tudsz mondani. Mi lehet az összefüggés, amikor nem engedik, hogy megmaradjon, vagy engedik tudatosan, hogy hagyd, hogy el tud mondani? Mindig akkor emlékszel, ha utána a rövid időn belül felébredsz. Minél rövidebb időn belül ébredsz fel, annál jobban emlékszel az álmodra. Minél távolabb van az álmod a felébredéstől, annál jobban nem emlékszel rá. És ezért van az, hogy általában nem ébredünk föl az előző, mert ugye nem szakaszosan, tehát nem végig álmodunk, hanem szakaszosan. Álmodunk, nem álmodunk, ezt meg is állapították, hogy valaki... Hogy valaki éppen álmodik, vagy nem álmodik, ugye ezt meg lehet állapítani. És ugye általában az előző álmunkra nem emlékszünk. Csak arra emlékszünk, amikor éppen álmodunk, és vagy rögtön felébredünk az álom végén, vagy álom közben. Hányszor volt már olyan, hogy jaj, de jó lett volna tovább álmodni. De minden álomnak van egy üzenete. Nincs. Azt is kell. Két dolog, tehát álomfejtés olyan, hogy az hülyeség. Az összes ilyen álmos könyv, az felejtsétek el, két dolog van az álomban. Üzenet van, vagy mitől tartasz, vagy mit szeretnél. Ez a kettő. Vagy mi vár rád? Hát az nem a mi vár rád, az vagy az, hogy mitől tartasz, vagy mit szeretnél. Tehát konkrétan nem érdemes jóslást kérni az álomra, mert nem ezt a célt szolgálja. Tehát az álom mindig azt fogalmazza meg, hogy mit szeretnél, vagy mitől tartasz. És mindig. Ha vannak visszatérő álmok is mindig... Ugyanaz, mit szeretnél, mitől tartasz. Ugyanaz. Nem csináltad meg. Nem csináltad meg, az még nem valósult meg, így van. Nem, én vízzel álmodok állandóan. Szomjas. Sokat kéne igyálni. Először az első álom, tehát mindig ilyen viharos tenger, viharos víz volt, ugye, és akkor megjelenik a vízfal,
és akkor egyszer csak én ott állok a part előtt, és mindig visszahúzódik. És most már a legutolsó álmom, de ez már évek óta ez megy, most már teljesen tiszta a víz, és kék. És akkor is fölemelkedik a vízfal, és utána visszahúzódik. Mi ez? Meglátlak ti? Ebben hát... Félsz a víztől? Nem. Szeretek úszni. Akkor bele? Lehet azt szeretni, mutat, hogy ússzál. Hát mindig azt nézd, azt kell benne nézni, hogy mit szeretnél, vagy mit nem szeretnél. Hát lehet, hogy van egy olyan, hogy sűrűn szeretnél lenni a tengerparton, ami hullámzik, és látod. És gyönyörködni benne, hogy hullámzik a tenger. Na. Ha gondold végig, hogy mit szeretnél, mit nem. És mi van, a víz üzen neked valamit? A víz? Lehet, hogy a víz akar üzenni neked valamit. Hát a vízzel van munkád, nem lehet? Szeretnél a vízzel, mert együtt dolgozni. Hát mindig mit szeretnél, mit nem szeretnél. Erre ad üzenetet. De képletesen, tehát nem direktbe. Például mit tudom én, a sok bizonyára már mindenki álmodta arról, hogy repül. Igen, és ez egy tök jó érzés. Szabadság. Tehát szabadság hiánya. Tehát szabadság vágya. Jó, tehát az abban a pillanatban, amikor az ember már szabad, abban maradnak ezek az álmok. Tehát a víz az élet, Györgyi, tehát ugyanúgy képletesen kell tekinteni, tehát a víz az élet. Csak közben megjött az információ, jó? Tehát látjátok, ez úgy működik. Tehát a víz az élet, az életet szimbolizálja. Az azt jelenti, hogy élni jobb, tehát úgy szeretné élni, hogy élni, érted? Tehát, hogy élni, tehát az életünk azért van, hogy éljük. Érted? És azt az érzést gondold végig, hogy élni az életet, azt mennyire szeretnéd, és biztos, hogy... Na hát erről van szó, így van. És a víz szimbolizálja az életet. És ez nem a szabadságot, mert ugye te szabad vagy, hanem magát az életet. Tehát hiába szabad valaki, ha nem éli kellőképpen az életet. Így van. Most már köszönöm, most már én is. Na, de ha valaki sírással ébred egy álomból. Sírással? Igen, igen, azt beszél, hogy elkezd fölsír, megijed. Tudod, az a sírral, meg az ással van. Sírtást. Azt szeretném. Sírt szeret, megásnál a sírral. Én azt nem szeretném, biztos. Rágondoltam valakire. Sír, ásás. Na, az én rémálmom az nem képletes, és nagyon sokszor megálmodtam. Oroszból vizsgáznom kell. Nem tudok egy büdös szót sem. Akkor fölébredek. Jaj, de jó. Ezt csak álmodtam. Ezt nem szeretném. Ez biztos, amit nem szeretném. Hát ez az, mondom. De ezt majd 15-20-on nem álmod, oroszból vizsgáznom kell. Nekem még kell. Nézzük meg képletesen megint. Ukrajnában mezőgazdasági tanácsadó. Orosz nemzetiség. Na, pont ehhez kapcsolódik egyébként, amit akarok mondani. Mondani, hogy gyakorlatilag ugye nyelvtanulás. Tehát ugye valószínűleg volt valami olyasmi az életedben, amikor igényeltek valami nyelvtudást tőled, és ugye ezt nem csináltad meg, és azóta is tartasz ettől a nyelvvizsga kérdéstől, hogy majd vizsgálni, mert nem is szeretsz amúgy se vizsgázni, mert a legtöbb ember nem szeret vizsgázni, én sem szeretek vizsgázni. Oroszból meg végképpen. Na, meg végképpen. Nem tudom, ki az, aki szeret vizsgázni, tegye már föl a kezét. Bármiből, nem? Bármiből vizsgázni. Tehát a vizsgáztató szeret vizsgálni. De azt
se vizsgázni, vizsgáztatni szeret. Így van, azért az más. Tehát, hogy te is szívesebben vizsgáztatnál, mint vizsgáznál. És lényeg az, hogy az embernek lehetnek ilyen összekapcsolt érzelmei álmában, hogy ugye nyelv kellett, nyelv kell, nyelv valahol, és akkor ugye akkor a nyelvhez belerögzült az, hogy vizsgázás, és az ember még ettől is álmodik ilyen. Rémálom, hogy oroszból le kellene vizsgázni. Főleg most, hogyha további területeket foglalnak el az oroszok, és akkor közelebb kerülnek hozzánk, tudod, és hát akkor kellene oroszból újból tanulni. Igen. Igen, az oroszok már spájzba vannak. Ez jól a háború. Az orosz. Viszont van azért az álmoknak egy harmadik kategória, amit én megtapasztaltam, amikor nem te belőled függ az a dolog, hanem te kapsz valamit álomban. Tehát itt most arról volt szó, hogy mi az, amikor tartasz, vagy mit szeretnél. De valamikor álomban kapsz. Mint ami nekem is volt, így van. Van ilyen, csak ritkább, így van. Nem ez a jellemző, sajnos. Csak egyszer van, de azt akkor tudod, hogy ezt nem te felted. Így van, így van. Van ilyen, de ugye ez ritka, és nem mindenki kap ilyet. Igen? Álomba kap gyógyítást? Álomba gyógyítást? Hát figyeld, van, aki például álomba kapott találmányra a képletet. Számokkal kaptam gyógyítást. Simán. Én jártam egy helyre. Lehet, persze. És számokat kellett néznem. És lehet. Ez a 7 nap, és utána elkezdtem gyógyulni. Persze, lehet ilyen, persze. Ez más, akkor ez ugye teljesen más, mert üzenetet kaptál. Tehát az más. Tehát valamilyen céllal kaptál üzenetet. Tehát ilyen lehet, de ez a te életedben sem volt ilyen sűrűn, gondolom. Hát azért mondom, ez olyan ritka, hogy jó, ha egyszer, kétszer, háromszor van egy ilyen az egész életünkben. Tehát legtöbbször ugye nincs is, vagy ha olyan az illető, vagy talán van egy, nem sokkal több szokott lenni. Paganininek, amikor az ördög hegedült álmába, és fölébredt, és nem tudta lejátszani, és írt egy számot ennek kapcsán, de nem tudta lejátszani. Ez egy igaz történet, tehát ezt nem most így hasból mondom, hanem ezt olvas. Hát mert az ördög zenéje volt. Így van. Ez az ördög zenéje volt. Nem mindegy, hogy pozitív zene vagy negatív zene frekvenciával. Mindegy, de nagyon szerette volna lejátszani, mert nagyon tetszett neki. De annyira bonyolult volt, hogy nem tudta lejátszani. Ez a lényeg, hát pedig Paganini az nem egy ilyen búcsúba lévő muzsikus volt, hanem az ez valaki volt. Ennyi. Tudod, hogy két órája kezdtünk. Paganininek az apja, az hogyan kényszerítette őt, hogy az egyik a világ egyik legjobb hegedűse legyen az önéletrajzi könyvében. Hát nem úgy nevelte, hogy ő belőle a lelkéből szabadon legyen, ivelől, hanem elképesztő szigorral és veréssel és egyéb dolgokkal. Tehát nem csodálom, ha szegénynek az ördög így feltartani, és a neveltetése valami elképesztő borzalmas volt a Paganininek. De jó sikerült, mert... Az oké, hogy jó sikerült. Hogyan hozták elő belőle ezt a zenei tehetséget, az nem minden. Hát meg mennyi gyakorlást kellett csinálnia, ahelyett, hogy gyerekként játszott volna. A művészek azok általában szenvednek. Nagyon. Szerben mondjuk Mozarttal. Aki meg ugye kis ujjából rásztak. Igen. Egy darab is. Egy darab. Tehetség. Jó, de hát az ők egy kicsit másképp. Mozart az teljesen más. Más is volt ott azért. Azért nem véletlen, hogy a mai zenét nem tudod összehasonlítani vele. Ja. És az összes zenéjük gyógyító. Nézd meg, mi úgy hívjuk, hogy komoly zene, de inkább azt mondom, hogy gyógyító zene, és az összes zenéjük információ és gyógyítás.
Mindegyik. A mai zene, most az, hogy 440 meg 442, azt hagyjuk. De nézd meg az üzenetét. Vibrálás, sokkolás, tehát ma is van üzenet. Hogy feszült legyél, nyugtalan legyél, és akkor tanulj meg, akkor hirtelen tör ki, dűkítörést tudják kiváltani. Hát és nézzük, melyik korban született? Biztos mondták már valamelyik előadó, hogy átállították a frekvenciát a zenéknél. 4.32. Úgy van. John Lennont is emiatt. Hát nem csak ezért. Hát nem csak ezért, de itt volt még egy-egy hozomány is. Kinek van kérdése? Tegyétek fel még egy pár percig. Pár percig? Nagyon régóta beszélünk. Nem, de ki? Nagyon jó, mert... Holnap suli van. Igen. Azt megtudtuk, hogy 70 hektár nem elég a egy család ellátására. Viszont milyen lehetőség van? Tehát, hogy most game over, vagy mi van? Tehát, hogy van lehetőségünk, vagy... Hát és ott is volt egy kérdés, hogy mi a megoldás erre. Még az előző részben igen. Is kérdeztétek. Jó, akkor első lesz, és akkor... Hogy? Mire? Ugyan ez a kérdés. Ugyan ez a kérdés. Hát az első és legfontosabb dolog, hogy az ember mikor vásárol, akkor nézze meg, hogy abban a termékben mi van. Tehát nézze meg a leírást. Hát én tudom, hogy nagyon apró betűvel van, de akkor vigyél valami nagyítót, komolyan. Kevés. Nem feltétlenül, mert én mindig meg szoktam nézni, hogy mi van ezekben a termékekben. Mit javasolsz, amit nagyon gyorsan kerüljön, ha benne van? Mi az a pár dolog, amit úgy eszedbe jut? Amit azonnal kerülni kell, ha már belekerül. Ami úgy eszedbe jut hirtelen. Hát az E-betűsek. Már nem írják E-nek. Már kiírják a nevét. Kírják a nevét? Én a pálmaolajat rögtön javaslom. A pálmaolaj az a legrosszabb olaj, ami létezik. Annál már csak a kőolajat. Azért írtják ki a Braziliát, a pálmaolaj. Annál már csak a kőolaj a rosszabb. Nézzétek meg, az összes nagyban már nem is repce van, nem is napraforgó, pálmaolaj, de 10-20 literes kannákban. És ott mondom is, hogy nézd majd meg az ereidet, meg a szívedet. Meg majd az agyadat. Hát meg ugye van még egy dolog, tehát a cukorral nagy gond nincsen, hanem a finomított cukorral van. Ez ugyanaz, mint a finomított só. Tehát a sóval sincs semmi baj, csak a finomított sóval. Tehát ezek a finomított cukrok, finomított sók, ezzel van gond. Tehát most gondold végig a cukor, még ha cukorrépából van is, hát akkor is az a répa az egy természetes anyag, érted? Tehát természetes növény. És nem azzal van gond, hogy kivonják belőle a cukrot, hanem azzal van gond, hanem finomítják itt, ki tudja még mi, a manókat. Csomósodásgát. Így van, raknak bele, azzal van gond. Tehát olyan, tehát itt most cukorellenes kampányt csináltak itt a társadalmunkban, érted? És ugye mindig a fehér cukrot mondják, meg sóellenes volt, de azt már rájöttek, hogy a sóellenesség hülyeség. És most ugye rászálltak a cukor kérdésre. Soha nem a természetes anyagokkal van gond, hanem a természetes anyagok mellé bekerült mesterséges anyagok, ami nem írják oda a só esetében sem, meg a cukor esetében sem, hogy mi a manót raknak még be a só mellé, meg a cukor mellé, mikor erről a finomításról beszélünk, érted? Mert az ember azt gondolná, hogy a finomítás az, hogy a szemcsét kisebb lesz a szemcse. Hogy összeömlik. Így van, hogy finom legyen. De itt nem erről szól a történet, hanem a finomítás ott van, hogy finomított, érted? Cukorra rá se írják, hogy finomított, pedig tudjuk, hogy a fehér cukor az azért annyira fehér, hát gondoljátok végig a melasz, az ilyen barna. Tök fekete, majdnem, sötét érted? Barna. Én sötét barna, érted? Na most akkor hogy lehet egy cukor olyan hófehér, hogyha a mellette lévő ugyanabból az anyagból kivont valami, az meg ilyen barna, érted? Sötét barna. Na most
ami azt jelenti, hogy valamit abba beleraknak, hogy az olyan hófehér lesz. Érted? Nyilván, aki jobban ért hozzá, az tudja, hogy mi a manót csinálnak ott vele. Mindjárt át is adom a szót. Lényeg az, hát, ha tudsz ebben kapcsolatban még valamit mondani, vagy kérdezni. Tehát gondoljátok végig azt, hogy minél kevesebb adalék, ilyen adalékanyag legyen bennem. Ez a kulcs ezekben. Megnézni, hogy hol gyártották. Nem tudom, tudjátok-e, hogy mennyire fontos az, hogy milyen élelmiszer területileg mennyire van tőlünk. Nem, amit nemi földjéből van. Hát így van. Nem a mi genetikán. Így van. Tehát van egy olyan, hogy a bizonyos tápanyagok, azok az a jó, minél közelebb van. Például az a legjobb, hogyha a tej van a legközelebb, és a tejtermék. Az a valamilyen 30 kilométeres körzetből kéne fogyasztani, képzeld el. A tejet meg tejterméket. Lehetetlen. Hát most már lehetetlen, de régen így volt. És akkor van így, hogy a húsok hány kilométer, a gyümölcsök hány kilométer, de a távoli gyümölcsök, érted, azok meg a távoli élelmiszer, meg a bármi hús, akármi, minél távolabbról jön, annál negatívabb hatással van a saját szervezetünkre. És minél jobban helyi, annál jobb. Van kérdés. Meg annál élő. Így van. Jártál már cukorgyában? Valamikor régen, igen. De inkább nem. Mondjad inkább. Én főlaboráns voltam Kaposváron. Azért mondom, hogy ezzel kapcsolatban tudsz esetleg valamit mondani nekünk. Akkor szívesen hallgatjuk. Tehát a cukorról annyit, hogy ez egy 96% tisztaságú, gyémánt tiszta a szénhidrát. És ilyen nincs a természetben. Tehát abban a pillanatban, hogy elállítasz valamit, ami egyébként létezik, csak ilyen koncentrációban, és azt beviszed az ember szervezetébe, egy robbanást okoz, olyan lények, amik azon táplálkoznak, gombák, stb., túlszaporodhatnak. Egyébként azok hasznos gombák, csak ha valamiből több van, az eszik-iszik kaki, lesz egy anyagcseretermék, amivel már neked kell utána valamit kezdeni, és innentől rákos egyéb betegségek lehetnek. Most abban a pillanatban, hogyha te reggel iszol egy cukrozott bolti tejet, és nem mész el kaszálni, meg nem tudom milyen kemény fizikai munkát végezni, és az a cukor nem elég az izom munkádban, hanem irodai asztalnál számítógép előtt dolgozza fel a szervezeted, akkor problémát tud okozni. Tehát nincs baj a diszaharid répacukorral, csak az a fizikai munka kell mellé, amivel a kávéba rakott cukrot ledolgozza valaki. Viszont a glukóz-fruktóz szirupra nincs felkészülve a szervezet, és azt viszont beleteszik mindenbe. Nézzétek meg, hogy egy túró rüditól kezdve a gépsonkában, amire 6 pipa rajta van, hogy nincs benne a pikok, mit tudom, ilyen szalámiába, de ott van benne a glukóz. Hát miért kell a gépsonkában a glukóz? Tehát itt erre kell figyelni, hogy nem kell félni a cukortól, de csak akkor fogyaszt, ha lemozgod. Ha nem, akkor ne egyél cukrot. Meg ne fogyasszanak este, lefekvés előtt. Egy órával lefekvés előtt nem szabad ebben. Így van. És mi van a szőlőcukorra? Az se jó. Mert ugye azt olvastam, hogy a természetes szőlőcukrok, vagy a természetes cukrok közül az egyik legjobb. A szőlőveles van. A gyümölcsként. És ami a gyümölcsökben van cukor? Hát az már a fruktóz. A szőlő és szőlőcukor. Az jobb, mint a répacukor. Tehát a répát feldolgozod az izmoddal munka közben, az nem olyan veszélyes a répacukor. De ha nem dolgozod, de nem azt a fizikai munkát végzed, mint a magyarfáink, de hát régen nem volt cukor, tehát ez nem régóta van, 1800 éve. Így van, lassan 200 éve van, csak így van. Hát ugye van még egy dolog, amit mellett ugye nem mehetünk el itt a cukor kérdésben, hogy ugye az agyi tevékenység kívánja a legtöbb energiát. Tehát ahhoz viszont kell a szénhidrát, mert például amikor én agyi tevékenységet végzek és előadást tartok, akkor elsősorban
utána az édest kívánom. Például a csokolád ilyen szempontból óriási jelen, óriási. Úgy van. Én egy élő után meg tudom enni rögtön. Így van, azonnal. Így van, én is. A csokoládé. Így van, és egy tábla étcsokit, ilyen 50%-os étcsokit lenyomok. És akkor csak egyébként nem, csak akkor, mikor előadás után. És akkor a finomítván kiegészíteni, hogy nehogy nevessenek ott ezen a gyárban, akik még dolgoznak cukorgyárban, Kaposváron. Tehát arról van szó, hogy gőzt fújnak rá. És ahogy van egy ilyen szita dolog... De gyere ide, mert így nem nagyon halljuk, és a leglényegesebbet nem halljuk. Tehát a cukor feldolgozása közben, ahogy sűrítik be, abban még sokféle anyag van, és nyilván ilyen barna, vagy akármilyen színe van. De legelőször, amikor befőzik ezt a dolgot, otthon is főznél valami répa levest, és főzött, sűrűsödik, és a végén egyszer csak elkezd kristályosodni, mikor már annyira elpároltad belőle a vizet. És ekkor, amikor létrejönnek a kristályok, arra rátapad az a közeg, és akkor attól úgy barna lenne. De úgy érik el, hogy fehér legyen, hogy gőzt fújnak rá. Tehát az a dob, ami egy ilyen rácsos dob, amin fennakadnak a kristályszemek, abba gőzt fújnak, és a gőz leoldja azt a barna szirupot, ami a cukron van, és az eltávozik az a szirup. És egy következő fázisban azt a szirupot újra beveszik a főzőberendezésbe, és újra át van főzve, egyszer, kétszer, háromszor, és harmadszor van az a melasz, és a végén már annyiféle más anyag is van, hogy nem tud kristályosodni akkor már a cukor, hanem ilyen cukormész, szalrátok, egyebek kötésébe marad, és akkor az, tehát itt az a lényeg, hogy a finomítványnál ott azért fehér, mert gőzzel lefújják róla azt a szörpöt, amiben az főtt. Attól vegyszer? Fehér, tehát nincs, nem hozzáadnak, hanem éppen, hogy lemossák. Nem vegyszer? Nem. Nincs benne semmi hozzáadott anyag. Jó, igen. Viszont azt elérik, amit mondtál, hogy töményebb legyen a cukor. 99,6. Hát azért, így van. Hát az gyémánt is szóval. Aha. Értem. Jó, nagyon tudatosan kell étkezni. Köszönjük szépen. Még egy kérdés. Utolsó. Talán a legfontosabb, ami nincs felírva a hátoldalakra. Itt volt egy kutatóorvos, aki arról beszélt, hogy olyan típusú oltásokat kísérleteznek, amit élelmiszerrel akarnak majd bevinni. Erről semmilyen tájékoztatót nem fogunk kapni, semmilyen hátoldalról. Mert hogy ekkor mi van, ezek ellen hogy tudnál kérdezni? Na most nem lesz ilyen, ezt azért szeretném mondani, mert ezzel saját magukat is megfertőzik. Tehát ezzel mindenkit megfertőznek. Tehát ugye az ilyen oltás és oltáshoz hasonló manipulációnak az a lényege, hogy nem mindenkit megfertőzni, hanem csak akiket akarnak megfertőzni. Illetve akiket lehet. Tehát ami azt jelenti, hogy magukat annyira hülyék az elnyomók, nem, hogy magukat is eltegyék láb alól. De ők nem is eszik ezt. De ha tudják, hogy mivel teszik fel, azt ők nem fogják enni. Nem tudják. Honnan tudná mondjuk egy miniszterelnök? Ő egy szolga. És honnan tudná, hogy mi van benne? Ő ugyanúgy megveszi azt, és akkor ugyanúgy bekerül. Hát ez nem jó. Tehát az a helyzet, hogy ugye az eget is ugye beperlek, ez is valami dolog. A chemtrail-lel, igen. Na most ez közös a levegőben. Itt ő nem tudja kiszűrni magát, hogy ő kimaradjon. Aki tudja. Persze, hogyha van hozzá ellenszere. Nem, úgy tudja ki a chemtrail-lel, hogy akkor nem megy ki. Tényleg. Vagy minél kevesebbet van kint a levegőben. Beszívódik a vizekben, a növények felszívják. Na mindenben benne van, sok mindenben benne van, úgy van, nem tudjuk, az a legkevesebb, hogy a levegőben mennyit marad, mert jön egy eső lemosó. Hanem az, hogy ha neki nem lenne le ellenszere, akkor nem csináltatnánk. És ugyanúgy az oltásuk, ami az élelmiszerről, ha nem lenne ellenszere, akkor ő neki ugyanúgy figyelni kéne ezt. De hogyha neki van rá ellenszere, akkor nem kell figyelni. Mondjuk ő is ugyanúgy megeszi, megiszta, csak közben van rá, hogy olyan. Egy különbség van. Hadd szóljak hozzá, tehát igen. A vakcinőben azért elég sokat utánéztem. De megint gyere ide, csak most utolsó. Üdöd a szép! Üdöd a szép! Üdöd a szép!
Tehát vakcina ügyben elég sokat tudakoztam. De az a helyzet, hogy az élelmiszerekbe tudnak beletenni olyan adalékanyagokat, amit élelmiszeripari mérnökök nagyon sokan interneten utána lehet nézni, ezeket elmondják. Készítenek különböző olyan italokat, amik az embereknek segítik regenerálni a szervezetét. De egy biztos, hogy az élelmiszeripar használ rengeteg olyan anyagot, és nem szükséges ahhoz semmiféle úgymond oltás, hanem ezek az anyagok már ugyanúgy tudják a gondolkodást, vagy bármit befolyásolni. Amit mi oltásnak nevezünk, tehát hogy valami genetikai vagy egyéb elváltozást okozzanak, azt nem élelmiszerrel teszik meg, bár azzal is lehet, hogyha olyan génmanipulált élelmiszereket visz be a szervezet, és tehát élelmiszerrel is lehet, csak az mindenkire hat. Tehát amiről itt az előbb beszéltünk, nincs kivétel, azt bárki akkor megeszi, mert ugyanabból a szójából vagy akármiből készül az a dolog, akkor az egész ország azt teszi. Tehát ezeket a félelmeket, hogy most az élelmiszerben lesz nem tudom milyen oltás, ezt nem kell ezzel foglalkozni, de hogy az élelmiszerbe, hogy milyen adalékokat meg mit raknak bele, arra viszont figyelni kell, tehát hogy lehetőleg olyan élelmiszert szerez, amiből te állítod elő az ételedet, valami alapanyagot, aminek a származása ellenőrzött, és lehetőleg amennyire tudod tiszta, vagy te termeld meg. A Sipos Mihály nevű fiatal embernek több mint 100 család már a közösségében van, és ők tanyákon, kis területeken, tehát nem 70 hektár. Az alatt igaz, hogy az életszínvonal nem olyan magas, de életképesen működnek. Tehát léteznek olyan közösségek ma Magyarországon, ahol már működik az önellátás, és eléggé szerveződnek is, tehát nem kell borulátlan nézni e felé se, csak nem biztos, hogy kell plazma TV, vagy nem tudom mi. Vannak olyan szükségletek, ami ide kell, mert ki van vetítve, én is azt néztem, mert a sarokban nem látszik. Tehát nem a TV ellen beszélek, csak most egy családban lehet, hogy akkor nem lesz rá szükség, de fognak élni. De nem a híradó tisztelt, mert így van. Nem. Egy kijelzőnek használom, nem tévének. Te mondtad, Miklós, hogy a vakcina, amelyik egy zárt rendszeren keresztül kerül bele, és a gyógyszer között, amelyik egy nyílt rendszeren keresztül kerül bele. Nem mindegy. Nem mindegy, egyáltalán nem. Az egyik az célbeér, a másik meg esélye. Hát az egyik átmegy az immunrendszeren, a másik meg nem megy át az immunrendszeren. Tehát óriási különbség van, hogy valami átmegy az immunrendszerünkön, és védekezik az immunrendszer, vagy nem megy át, és szűretlenül belénk kerül. Ami azt jelenti, hogy semmi nem védi meg annak a hatásától. Tehát ugye én biztos vagyok abban, hogy ilyenektől, hogy mondjuk élelmiszerbe esetleg ilyen csippeket raknának bele, ilyen nem lesz, mert az mindenkit megfertőz. Tehát ugye most mondtad a chemtrailt példának, ugye az valami alumínium vacak, ugye tudjuk, hogy az rákkeltő. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy a chemtrail rákkeltő, de ugye kinek növeli meg a hajlamát. Ugye ezt is tudjuk, ahhoz rossz állapotba kell lenni, és olyan embernek kell lenni, aki nem tud nemet mondani. Tehát ami azt jelenti, hogy hamarabb lesznek rákosok, tehát egy jó állapotú embernek az immunrendszere az ilyen hatásokkal szemben simán védekezik. Na most gondoljuk végig, ez nekem egy nagyon jó példa, ugye nagymamám abban az időszakban öregeskedett, amikor illetve volt felnőtt, amikor a legnagyobb volt a légszennyezés. És Budapesten élte világ életében az életét, és mégis 94 évesen élt, és Tiszabecsen a rokonság, Tiszabecs ugye az a ország keleti csücske. Ott sokkal jobb a levegő, mint Budapesten, és senki nem élt addig a rokonságból, mint nagymamám. Na most akkor miről beszélünk? Tehát itt nem ez a kérdés elsősorban, hogy mennyire fertőznek, mert annyira nem fognak fertőzni, hogy ők is elpusztuljanak. Hanem itt mindig az a kérdés, hogyha jó állapotban vagy, akkor jól működik az immunrendszered, és ezekkel szemben védekezik. És természetesen, ha jó állapotban vagy, akkor úgyis odafigyelsz, hogy mit eszel, úgyis odafigyelsz, hogy mit tartalmaz az élelmiszer, úgyis beviszed azokat a tápanyagokat, amire a szervezetednek szüksége van, mert sokkal tudatosabb vagy, mint sem, mint mikor rossz állapotban vagy. Ezáltal ugye az immunrendszered nem csak
nem csak, hogy a jó állapotod miatt működik jól, hanem azért, mert minden megvan az, ami az immunrendszer működéséhez szükséges. És így maga az egyén az, az ilyen fajta támadásoknak ellenáll. Tehát mondom, élő példa erre nagymamám. Tehát ha megnézed, mindig mondják, hogy mennyivel szennyezettebb a városoknak a levegője, mint a vidéki levegők, és nagyon érdekes, a városlakók mégis hosszabb ideig élnek átlagosan. Most akkor miről beszélünk? Értitek? Hát az immunrendszerről, így van. Mit teszel, mit iszol, és így van. Mit engedsz magadba kívülről, mert így ott van. Viszont már kikerülöd. Tehát ugye a legnagyobb probléma, amikor az ember olyan dolgokon aggódik, aminek a valószínűsége mondjuk nagyon minimális, vagy szinte semmi. Érted? Félelem. Így van. Na, még utoljára aztán. Csak annyi, hogy a csomósodásgátlókkal kapcsolatban szerettem volna, hogy a sóban kálium-ferri-cianid van. Tehát 525-526-os, ez egy csomósodásgátló, és kálium-ferri-cianid, vagy még valami más. És hát volt egy idő, amikor műtrágyát tettek bele, most nem tudom, hogy az milyen állapotban van, de ez rá van írva azokra a csomagoló papírokra, tehát az 525-526, ezek boltban kapható dolgok. A tiszta sót az nagyon nehéz beszerezni, amire azt mondják, hogy Himalája, vagy ez, vagy az, azok is feldolgozott sót. Nem olyat kell venni. Színezett só. Tehát rendes sóbányából, sobányából finomítás nélkül bányászott sót kell venni. Ami a harajdi, nem csak, most nem lehet kapni. Most nem lehet kapni, mi Erdélyt vettünk, erdélyi sót. Nálunk még van. Így van, de most nem lehet kapni, most csak parajdit lehet kapni. Igen, igen. A sóban is, amikor dolgozzák fel, és a szállítószalagon hozzák fel az őrlésre, már akkor szórják be csomósodásgátló permetezik. A parajdiba? Igen, a 60-70%-át, nem tudom, hogy a désit vagy a parajdit, igen. Tehát ez is egy elég rázós, meg nagyon sok benne az iszap, meg az alumínium. Tehát én meg akarom, igen, tehát a csirkének is kellenek a kavicsok az emésztéshez. Igen, igen, tehát nem mindegyik rossz. Én lengyel bányából hozok lengyel sót, teljesen tiszta napon, ez biztos, hogy jó. Itt Hát a parajdinál direkt utána néztem, és azt írják, hogy nincs benne semmilyen adalékanyag, semmilyen finomítás. Na most azt írják. Megjelent sajnos az, ami tényleg rá van írva. Igen. A parajdira. Mikor nézted utána? Most nemrég. Most vettünk először parajdit, mert Erdélyt nem kaptunk. És a parajdi só. Erdély parajd. Hát van olyan só. Két bánya, két különböző bánya. Van olyan só, amit a bányában lehet. Amit a bányában, tehát azt mondják, hogy erdélyi só, és az meg kemény zacskóban. Azt meg egy olyan anyaggal permetezik, hogy bekeményedjen, hogy azt higgyék az emberek, hogy az meg eredeti, és az is egy olcsó só. Tehát zárjuk le valami előremutatóval, Miklós. Hát aranykorról beszélünk, hát, akkor jussunk el a gondolatilag is. Tiszta sót akar venni az ember, akkor vegye nátrium kloridot a gyógyszertárba. Az meg igen, tisztított só, az meg mosott só. Tehát, igen, nem sima nátrium klorid. Hát, ha sima nátrium klorid, abból ki van az ásványanyag mosva. Tehát a szárított. 600 fokot. Hát akkor, bocsánat, most magam mellett beszélek, ezt tudom, hogy bányom. Akkor zárjuk le valami, mondj valami előremutatót, mert én most már nem. Nem. Várja, még hadd mondja el, jól vagy? Gondolat erejéig visszamegyünk. Tehát megint meg kell szólalnom, tehát a ipari miniszteri rendelet még 87-ben nátriumkloridnak 97,1% nátriumkloridnak határozta meg az asztali sót, amit el lehetett adni. Most már nem érvényes az ipari miniszteri rendelet, rendszerváltás után 20-30%-ban is lehet kálium a sóban, és nem kell, hogy feltüntessék az acskókon. Viszont
Lehet kapni a Coop ABC-kbe Salinen osztrák sót, piros zacskója van, 100% tiszta nátriumklorid, lepárolt só, és nincs benne csomósodásgátló. De ennek a cégnek van olyan, amiben van csomósodásgátló, és meg kell nézni, hogy melyik az, amelyikben nincs. A lehet látni rajta? Rá van írva. A Vielicskai sóbányának Miskolcon a vasútállomás mellett van lerakata, ott lehet venni 50 kilós, 20 kilós zsákba bányasót. Én azzal sütöm a kenyeret, ha be van áztatva vízbe, alulra lesüljed a kőzet, homok, stb. Nem fogsz ráharapni, mert föloldódik a só, és a vizet hozzáöntöd a dagasztáskor, vagy a húspácoláskor, vagy a káposztát, amikor savanyítod, előtte oldod a sót, és akkor nem a kavicsokat öntöd bele, tehát fel kell oldani, és átönteni a levesbe, egyebek. Tehát a Vielicskai só az jó, de minden sóbányában van kálium és nátrium, ugyanis a tengerben mind a kettő van, és ez amikor kikristályosodik, ilyen rétegekben van, és a bányászatkor ez is van, meg az is van. És ilyen nagy meddőhányokban ezer éven keresztül kirakták a káliumot, hegyekbe áll Parajdon a mérgező kálium. A Kártágot ezzel sózták le a rómaiak. Történelmből tanultuk, hogy kiirtották a kártágóiakat, és akkor azt is tanultuk, hogy a katonák a zsoldot sóba kapták. És gyerekként azon gondolkodtam, hogy az aranyat érő sót kiszórták a rómaiak a földre. Hát nem, hanem a káliumos sóval szórták meg Kártágót, és a nátriumkloridot meg zsoltként tudták adni a katonáknak. Tehát arra figyeljetek oda, hogy ha bányasó, az is lehet káliumos. És a parajdi sóba ugyanúgy van, ami káliumos, és hegyekbe ott állt Parajdon, és a második András az aranybullával egy időben hozott sótörvényt, meg lehet nézni a törvénytárban. Tehát a magyar királyok az ország lakosok egészsége érdekében a sóra odafigyeltek. Külön hivatalok voltak, ahol a sóval kapcsolatos dolgokat intézték, és ezért 8-10 gyerekes családok voltak Magyarországon. Hogyha káliumos sót fogyaszt valaki, mellékvesekérek, hormon problémák, vérnyomás problémák, vetélés, meddőség és ilyen problémák lehetnek. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy jó sót tegyenek az emberek. A Papp Lajosnak a videóit meg lehet erről nézni. Tejfölös István, nem tudom, éle még. Ő is erről sokat beszélt, tehát itt előttünk már 10 éve a só kérdést mindenki letisztázta, mindenki nézze meg, mert fontos dolog, ne legyenek téves információk, és fontos, hogy utána nézzetek, például jó volt a görög só is, de most már ugyanaz a cég importálja, aki a Parajdot is megvette. Tehát az egész világon, mint ahogy az olajat vagy gyógyszeripart, vannak családok, akik egy-egy dolgokkal foglalkoznak, és a második András már harcolt olyanokkal, akik a sóval foglalkoztak. De Magyarország meg tud törőzni a bányakoncesszióit, és azt is, hogy jó sót tudott adni a saját lakosságának. Tehát most is lehet venni Vielicskai sót Miskolcon, az osztrák Salinennek, meg a Coop boltokban. Salinen? Salinen. Salinen? Salinen, úgy van írva. Salinen. Salinen. Melyiket mondod? Ez a Kladoszkai só, ez is zsaskolyát. Lengyel. És van az acskója, tehát meg tudom, benne vannak az ásványok, nincsenek kimosva. Tehát amit mondott, az ugyanaz a zsóval. Nem, megnézem neki. Na zárjuk le akkor valamit, mondjál valamit, Miklós, egy... Nem bírjuk lezárni a sót, látod? Zárulják a sóval, árulják a Himalája sót, amelyik több száz millió éves. És a tasakra rá van írva, szavatosság idő 2000 éve. Az a legjobb. Hát miért a... Akkor most... Zárjod le egy pozitív valami a jövőbe mutat, hogy szoktál, hogy nem félni kell, hanem gondolkozni. Tehát ugye az a leges, legfontosabb az embernél, tehát az a legfontosabb az embernél, hogy jó állapotban, jó hangulatban tudja élni az életét. Ahhoz olyan életet kell teremteni mindenkinek magának, hogy jó állapotban, jó hangulatban tudja lenni. Ha egy ember jó hangulatú, jó állapotú, akkor az immunrendszere is úgy működik, ahogy kell, ami azt jelenti, hogy egy jó állapotú, jó hangulatú ember az sokkal jobban figyel a környezetére és a saját magával történő dolgokra, mint egy rossz állapotú. A rossz állapotú az hanyag. Tehát az minden téren hanyag. Egy jó állapotú ember sokkal, de sokkal nyitottabb és sokkal figyelmesebb. Ezáltal ugye
azért is éli jobban az életét, mert sokkal jobban figyel, hogy mi az ártalmas számára, mi a nem ártalmas számára, és sokkal jobban figyel arra, hogy a gondolatok terén is, amit kap, mi az ártalmas számára, és mi a nem ártalmas számára. És odafigyel arra, ami van, és ha tesz, akkor valamit tesz annak érdekében, hogy önmagának, illetve a környezetének jobb legyen. Tehát, hogyha ugye én most tanácsot adnék, akkor azt mondanám, hogy először is a hangulatodat javítsd minden áron, hogy minél jobb és jobb hangulatú legyél, és azt fogod érezni, hogyha jobb hangulatban vagy általánosan, akkor sokkal jobban mennek majd körülötted a dolgok úgy, ahogy szeretnéd, és sokkal kevesebb bajod és problémád lesz, mint egy olyan embernek, akinek a hangulata nincs rendben. Köszönöm szépen a meghívást még egyszer, köszönjük, és mindenki számára a figyelmet. Szeretlek benneteket, sziasztok!